nem, és már is játszunk. Kíváncsian várom a folytatását annak a résznek, ahol legutóbb voltunk a játékban, ugyanis Cloud zuhant egy jó, nem tudom, pár száz métert a fenti világból, ugye a szegény negyedbe, és valami templomnál tért magához, ahol ahogy is hívják, a virágárus lány várta, ugye. Ott átállunk a capture-re, megnézzük, hogy állunk aksi töltöttséggel. Még egész jó, még nincs itt probléma. Na meséljetek, hogy nektek milyen napotok volt, mert én meg közben meg így az életemet elmeséltem, mindent is elmondtam, ami mostanság történik. Megyünk befelé a játékba közben. Szerintem az 5. epizódot kezdjük meg ma, és nagyon remélem, hogy ez az epizód, ez nem ilyen melléküldizős, mászkálós, mindenkivel beszélgetős epizód lesz, hanem inkább olyan akciódús, mint a legutolsó epizód volt, ugye, amikor az 5-ös reaktort robbantottuk fel. Egyébként az a robbantás, az nem volt számomra tiszta, hogy most megtörtént-e vagy sem. Mert ugye a Shinra cég, vállalat, azt hiszem, hogy a bombát elkezdték hatástalanítani, vagy valami ilyesmi, és akkor ott volt az elnök kezében a detonátor, és mintha megnyomta volna a gombot. És nem mi voltunk végül azok, akik robbantottak. Én így emlékszem, hogy ki akartak ők robbantani, a vállalat ki akart robbantani egy háborút, úgy, hogy közben minket okolnak. Tehát, hogy minket raktak a képernyőkre, a közvélemény elé. Igaz, hogy mi is rohadtul fel akartuk volna robbantani ezt a reaktort, meg a többit is majd, de mégis mi jó célból tesszük ezt, hogy megvédjük, vagy megmentsük a bolygót ugye a pusztulástól kb. Miközben a vállalat az meg ugye azzal foglalkozik, hogy hogyan szipolyozhatja ki a bolygónkat minél jobban, és az emberek meg szemet hújnak e felett, ugye ezt tanultuk meg az előző részből kb. Én épp a könyveimet rendszerezem pár napja, költözés során csak felhánytam őket a polcra, most rendszerezem, kategorizálom őket, sajnos katalogizálom, néhányról már észrevettem, hogy nincs meg. Hogy tűnnek el könyvek költözés során? Ott hajtával, ahol valami dobozt? Voltam egy tök sikeres szerintem állásinterjú, már egyszer voltam, csak most a tulajjal is találkoztam, ha minden jól megy, a héten visszaszólnak, hogy gyere, és már mondok is fel. Nagyon komoly paradicsom, szorítunk neked, hogy jobb helyre kerülj. Ja igen, ezt mondtad, igen, hogy nem kell 2 órát utazni. Azért az nagy előny, hogyha nem kell annyit utazni a munkába. Az hatalmas dolog, mert nagyon-nagyon sok mindenre nyílik ideje az embernek úgy. Mondjuk téged ismerve, úgyis csak Dark Souls-oznál abban a 2 órában. Na igen, tehát itt értünk magunkhoz Cloud-dal, aki hát átzuhant konkrétan ennek az egész... Ja, ott testünk be. Ennek az egész, nem tudom... katedrálisnak szerintem, nem tudom minek nevezzem ezt, templomnak minősül, vagy katedrálisnak? A katedrális az mindig nagyobb egy picivel, nem? A templom az kisebb szokott lenni ennél. Mi határozza meg, mi az, ami meghatározza a különbséget a templom, a katedrális, a székesegyház, és ilyenek között? Mik ezek a különbségek, mik ezek a szintek, ha vannak szintek egyáltalán? Ezt tudja valaki? Na közben elindulunk a kijáraton kifelé, mert a virágárus lány nagyon furcsán viselkedett. Megpróbálunk vele nem beszélgetni többé. Szevasz, harcos, jó estét! Micsoda? Azt mondták, beszóltak kívülről, hogy nyugodjak meg, mert nem sietünk sehová. Ti már voltatok nyaralni ezen a nyáron? Még csak 7.20 van. Hát hol van még a nyaralás szezon? Még az orvosoknál úgy tűnik, hogy most van, mert... egyik sem akar rendelni normál időpontban. Ezek rendfokozatok? Oké, de ez így a szertartási helyszín, ahol az Isten tisztelet zajlik, abban nem különül el? Nem tudok itt, hát mindenképpen a csajjal kell beszélnem ezek szerint. Maradhatnék egy kicsit, mondom. Mi, tényleg? Maradnál ebben az esetben? Mi történik? Ez kicsoda ez a Rénó? Majd én beengedem magam, köszi, mondja. És te ki vagy? Ő az én testőröm. Egy katona. Elég király, mi? Egy katona? Hát volt katona. Hát legalábbis a szemeid tényleg erről árulkodnak, mondja.
Nem bánod, ugye? Egy testőrnek a munkája az nem sokban különbözik egy zsoldos munkájától, ugye? Kérdezi a virágárus lány. Á, kitaláltam a kardról. Csak tedd ezt meg nekem, oké? Oké, de nagyon sokba fog ez neked kerülni. Sokba? Egy randi biztosan elég lesz, mondja a lány. De miért akar mindenki velünk randizni? Hát elég furcsa vagy, hogy testőr legyél. Mi a kasztod? Nem, mi a szinted? Első, azt mondtam. Hogyha szarakodsz velem, legalábbis, hogyha hülyeséggel akarom itt áltatni, akkor legalább próbáljuk meg hihetően csinálni. Mondja a fickó. Ki ez a Rénó? Húha, lehet, hogy itt fight lesz. Vigyázz a virágokra, mondja. Hallottátok a lányt, oké. Okay. Szerintem én ezeket most nagyon elverem. Gyorsan elintézzük őket, oké. Okay. Jó isten, hogy rendet vágtam köztük. Szóljátok, hogy a túl hangos a game, rendítsek? Oké, okay, és hol van a... A fő pénisz. Ó, oh, jönnek még. De jó. Lesz mit verni. Ja, a virág volt csak a lényeg, igen, a csajszínak. Ő nem igazán vette észre a helyzet súlyosságát. Hát egyetlen csapás a megtorló módban elegendőnek bizonyul. Ja, hogy az felmászottad? Aha. Utált takarítani, de rohadt jó benne, mondja. Úgy mászott fel a pengén, mint ahogy Griffiths mászott fel Gutsnak a pengén, ugye? Ez biztos nem lehetett véletlen. De milyen dashekben vagy, milyen dodge-okban vagy? Jó, kicsit eltalált. Jó, hát ki kellene védekezni ezt valahogy. Őrülten gyors. Nem sikerült kivédenem, pedig próbálkoztam vele. Nem, hiába nyomom a defend gombot, nem igazán működik, úgyhogy nyomunk egy fire-t rá, hát ha a tüzet szereti. Jó, egészen bejött neki a tűz, ja. Nyomunk egy kis... kurát, mert az már nem cure, hanem kura. Nem tudom kivédekezni, beszarás. Tehát így nyomnád a védekezést, de hiába, mert hogyha benn vagy a stun logban, akkor ugye nem nagyon tudsz mit csinálni. Rush down. Nyom ez mindent. Nem tudom kivédekezni, még le is stunol. Őrület. Lehet, hogy ezt a csávot nem is kellene tudnom elverni? Vajon mi lehet itt a lényeg? A győzelem, vagy sem? Healinget nyomjunk már be. Nem megy a... Nem akar beállni védekező stance-be. Ah, de! Most sikerült először. Nézzük. Sok vibe. Aha, és ilyenkor mindig visszaverek egyet, hogyha ebben a módban szeretnék védekezni ellene. Ez így jó? Ez így működhet. Eddig minden szuper. Mindjárt bejön a stagger. Szevasz, Júri, mi a helyzet? Szereti, hogyha ezt csináljuk vele. Imádja. Oké, okay, meta limit képesség. Cross slash. Na most azért kapott istenesen. Oké. Okay. Ne hagyjuk abba, hogyha már így állunk. Csináljunk esetleg egy tripla slash-t oda. Csináljunk még egy olyat. Jó, lehet, hogy nem lehetett lejjebb vinni fél HP-nál. Szerencsédre, kemény fiú. Mi ez a consummate professional? A fene. Várj, hogy bezárt valahova. Ó, ez egészen szép volt ez a támadás tőled, elismerem. Ez így nem lesz jó. Ez hamarosan elintéz engem. Nyomjunk be egy meg a potiont. Vagy a megapósen az a izében volt? Nem szabad oda menni, ahol ezek a kis gömbök vannak.
items, de Mega Potion volt, nem a Monster Hunterben volt, illetve hát biztos, hogy ott is volt, de most nem ez a lényeg nekünk. 400-at ver, normális volt? Az a baj, hogy folyamatosan jönnek a gömbjei, ugye? Ja, hogy ezek a gömbök elpusztíthatók, mert hogy ezek aknák. Jó, jó, oké, elnézést, most tanultunk megint valamit. Na, drágába kerül ez nekünk sajna. Nyomjunk be még egy healinget. Ez nem volt jó az összecsapás. Megint csak nem úgy jött össze, ahogy én gondoltam. Hogyha támadás közben vagyok, akkor nem lehet blokkolni sehogy. Na ez most gond volt. Pont a képesség használt közben nyomta azt be. Tehát akkor ráverünk így védekezésből. Jobb a tírta nem tudok kitalálni. Az nem volt jó, mert hátulról robbant. Na jó, gyógyítsuk fel magunkat. Furcsa egy fight ez. Ott van. Ez jó volt. Most, hogyha védekezem, a discharge ellen nem lehet védekezni. És hihetetlen sokáig tart egyébként az a discharge bigyó. Utolsó healingek mennek? Na most kellett volna... De fel is ment a healing, oké, megvolt. Nagyon szép visszacsapás. Ez így meg lesz. És mit csinálsz? Aha, értettem. Na jó, figyelj, mit szólnál egy ilyenhez? Meg egy ilyenhez. Így van. Legyőztük. Félreérted, ember. Én csak... majdnem levágtuk azért. Megjöttek a hihetetlen dementoroidok. És kiszálltam egy ajtón. Megsérült, uram? Kérdezik az őrök, vagy nem tudom, kik ezek a katonák. Jól vagyok, menjetek, szedjétek össze a lányt. Ja, fene, mit keresnek itt a dementorok már megint? Mi a pokol? Ő nem Tifa, ő Érisz. Úgy, hogy nem támadnak. Én nyissátok ki! Közben az őrök dörömbölnek oda kintről. Oda meg gondolom nem mehetek be a... Miért nem mehetek be oda? Próbálnak minket megállítani? Mit akarhatnak? Sehova nem mehetünk, csak felfelé. Mondja a lány. Pedig ott volt valami sárga bigyó, azt én nagyon szívesen felvettem volna. Valószínűleg ide is majd még vissza kell jönnöm, itt nem mehetek fel. Hát akkor gondolom, hogy itt nem lesz igazából túl sok felfedezni való, sokkal inkább ez a... Megyünk és menekülünk. Igen, ott azon a lyukon keresztül a padlásra kimehet. Aj! Mi? Mi? Elkapta egy dementor a csajt? Megmentettek. Lehet, hogy a lánnyal vannak ezek? Na, az könnyen lehet, mert valahogy mindig akkor jöttek elő, azt hiszem, amikor a lány is a közelben volt. A csaj az Tifa, igen, de ez nem Tifa. Srácok, hát nem látjátok, hogy Érisről van szó? Ott megint csak ilyen nagy gombolyakban álltak össze. Szia mindenkinek, aki most érkezett. Jó estét kívánok, srácok. Remélem, hogy jó napotok volt, és hogy mindenkivel minden szuper. Na, gyere! Nyújtjuk a kezünket a lánynak. Közben megérkeznek a szuper katonaoidok. Ott fent mondja, és elkezd tüzelni azonnal. Én ne lövöldöz, mondja. Most kellek leesik? Hé, jól vagy? Valószínűleg, mondja. Vagy talán mégsem. Hogyha egyetlen egy karcolás esik a lányon, nektek végetek.
hazavisszük egy darabban, mondja. Miért, honnan szökött el ez a lány? Nagyon titokzatos. Nem láttam. Animét nem láttam Final. Sőt, ez igazából majdnem az első ilyen találkozásom az egész franchise-al. Várj, most hogyha én felmegyek a nem, most le kell mennem? Érdekes módon keresztül tudok mászni a plafonon. És akkor ott totálisan széjjel vannak, hogy úristen mi ez? Lehet, hogy valamiféle varázslat? Megpróbálunk oda menni a csillárhoz, hogyha jól látom, azt kell rájuk engedni valahogy. Hát rájuk ejteni leginkább. Most mit kell nyomnom? Háromszöget. Jó, de most hogy nem tüzelnek rám, ezt nem értem. Állítsátok meg a lányt, közben hallatszik. Miközben felfut a csaj, vagy mit csinál? Ha már jön fel, akkor gondolom, hogy a padlás fele kell mennem, miközben azok ott sebezni fognak. Ajánlom figyelmetbe, Blu-ray-es verzió, ami nagyon ritka Magyarországon van egy kimaradt jelenet. Várjál már, most oda kell szembe átmenne. Ne csináld, hogy itt nem jöhettem le. Na, ez szemét dolog volt a játéktól most viszont. Honnan tudom, hogy hol mell... Ja, hogy nekem itt keresztbe át kellett volna mennem. Jó, hát nyugodtan üljetek széjjel addig. Szevasz Gábor, tegnap reggel óta nem jöttek a T-szervizesek kicserélni a villámkárosult modemet? Senki nem vette fel a munkalapomat, mobilneten meg ma este elveszít a streamben. Jó Isten! Becsapott a villám? Ismerős dolog, mert szeptember 1-én nálam is ilyesmi történt. Most már itt lejöhetnék? Köszönöm. Nem tudom mennyi HP-n maradt, hogy ez visszatöltődik-e későbbiekre nézve, de reménykedünk benne. Cloud, segíts egy kicsit! Úristen, beszorult? Akkor itt mindjárt izé step felhőcske lesz belőle. Jó. Úgy megállt írtelem minden, hogy szerintem még a csalsi tudta, hogy most menni kellene. Itt nincs semmi, úgyhogy menjünk itt keresztül. Sajnálom Gábor, de remélem minél hamarabb megoldódik. Fenn vannak a padláson. Üldözik őket? Nem, csak hagyjátok őket békén. De uram! A partneré a dolog, tehát a partner majd megoldja? Mi pedig lépünk? Kezdők szerencséje, azt mondja. Hát nem tudom. Még több ezekből a dolgokból. Vagy mint hogyha irányítanának minket, mármint hogyha utat mutatnának. Mondjuk a csajnak, vagy a csaj mondta nekünk? Mennyi minden van itt fent a padláson? Ki gondolná, hogy egyébként ez mindig izgalmas egy kérdés, hogy ezekben a régi templomokban, meg ilyen helyeken mi a fene lehet, hogy vannak-e katakombái, és hogyha vannak katakombák, akkor mik vannak? És hogyha van padlás, akkor mi van fent a padláson? Nem? Miféle titkokat rejthet egy ilyen nagyon régi, több száz éves épület vajon? Szerintem mindig tök izgalmas. Hogy húzza a lábát ez a szerencsétlen. Nem kakálhatunk rá innen fentről, aztán ráfogjuk a galambokra. A kis gömböc is ott van fent, hát nem a templom padláson. Mik ezek? Azt hiszem... Tulajdonképpen nem tudom, csak menjünk, mondja a csaj. Szerintem a lány tud valamit. Csak nem árulj el. Oké, benne vagy, hogy a tetőkön megyünk végig? Látod azt az oszlopot ott? Ott van az állomás. Menjünk, oké. Ez egy nagyon szegény városrész. Hát persze, gondolom akkor ez alapján majdnem minden város rész itt lent szegény negyed kb. Kivéve azt, ahol a Shinra alkalmazottak vannak ugye családjukkal elszállásolva, ahol Jessie-nek a családja lakik. Tudod, hogy kell oda menni? Igen. Persze, hogy tudod. De hova? Nem is figyeltem, hogy hova akarok menni. Mindegy, megyünk. Eléggé ilyen egyirányú ez az út. Szevasz, Jessie! Mi ez a törk? Azt tudja valaki? A törkök nem arra valók, hogy izé, vagy nem arra vannak, hogy a potenciális
katonákat szagolják ki, meg ilyenek. Hát többet is csinálnak annál, mint hogy őrszemként működjenek. Ezt hogy lehet mondani, hogy scoutingolnak, tehát hogy keresik azokat a jelölteket, akik katonák lehetnének. Oké, mindenféle szituációt kezelni hívják be őket. Kik ezek a törkök? Professzionális rossz fiúk. Muszáj imádni őket. Vissza a kérdésemhez. Mit jelent ő számodra, vagy ki ő neked? Lehet, hogy azt gondolta, hogy én lehetnék a legnagyobb katona. Valaha, mondja a csaj. Mindegy, felejtsd el. Ideges vagy? Kérdezi. Felkutatni a kb. Lehet, hogy törökök. Sose értettem, miért Cloud lett Zack utódja, és miért kapta meg Angeal kardját. Valad olyan dolgokat mondasz most, Jesse, amiről semmit nem tudok. Tehát, hogy nem tudom, ki az az Angeal, nem tudom, ki az a Zack. Nekem ez az első találkozásom, mondom, az egész Final Fantasy témával, úgyhogy nem értek egy szót sem abból, amit mondasz, ne Ari. Tulajdonképpen még sosem mentem keresztül itt a tetőkön. Hát meglepődnék, hogyha úgy lenne mégis. Jó. És közben megy itt a small talk a tetőn, tudod. Semmi értelmesről nem beszélünk, csak hogy jaj, soha nem voltam még itt, végül is nem olyan rossz, meg ezeket én sem értettem sose, ennyi. Vannak dolgok, amiket az ember nem ért, de mindig szerette volna tudni, ugye? Várj, adj egy percet. Nem mer átugrani? Nem mer átugrani szerintem. És mindenki, aki lent van, belát a szoknyája alá. Ne szaladj csak úgy, elmondja. Ezek egy katona jelöltnek a szavai? Kérdezzük, volt valami Final Fantasy CGI film? Nagyon régen, igen. Abban valami űrhajózás volt, nem ilyen kardozós. Aha, igen. Az tényleg nagyon régen volt már, elképesztően régen, még gyerek voltam. Az a vicces, hogy olvasólámpám sincs, mert okos égő van benne, ami ugye a hálózaton van. Hát igen, így, ugye, hogyha internet nincs, akkor nagyon sok minden megborul a mai világban. Kíváncsi vagyok, hogy mikor jutunk el oda, hogy olyan autók lesznek, amik nem indulnak el, wifi hozzáférés, vagy valami egyéb mobil internet, meg egyéb nélkül. Köszönöm szépen a 100 bitet, Jesse, nagyon kedves tőled. Gyer hozzad egy gyertyát. Amúgy, ha tartasz otthon, az nem egy hülye dolog. Na várjatok egy pillanat, türelmeteket kérem. Közben le akartam itt tenni a pipacsövet, csak kimozdult a cső a másik cső részéből. Hoppá, ja. Nyugi, én nem játszottam vele, csak az Advent Children-t néztem meg párszor, sokat hallottam a játékról, viszont tanul, ha nem lett volna sikeres a legelső Final Fantasy, akkor nem mennem a Square Enix. Ez lehet, hogy így van, nem tudom. Valami ilyesmi pontatok, csak nem tudtam, hogy a Square Enix-ről. Túl sokat aggódsz, nem egy király kisasszony vagyok, mondja a csaj. Szarás. Az igen? Hát most amúgy ott is hagyhattam volna, de megnyomtam a háromszöget reflexzerűen sajnál, amikor felvillant. Hát erre nem számítottam, köszönöm, felhőcske. Ott is van a fal, mondja. Tudod, de egyszer gondoltam arra, hogy lelépjek. De végül nem tudtam. Túl veszélyes? Túlságosan. Az egész világ tele élettel. Talán többel is, mint amennyit kezelni tudnék, szoktam ezt gondolni. Micsoda, az emberek utálják az acél eget, a nyomornegyedet, de én nem. Hogy tehetném? Steel Sky. A Steel Sky, hogyha a nyomor negyedből nézel felfele, akkor ugye a gazdag negyed van pont felettük, tehát azért hívják valószínűleg Steel Sky-nak. Az a szenvedély, az a sok álom. Összeállnak valami hatalmasabbá. De ilyen ezoterikus csaj vagy amúgy? Ilyen százszoros pénzenergia, meg ilyenek? Most lelépek, ha nem bánod, te nyugodtan áruld itt a virágaidat a tetőn. A galamboknak. Összeállnak az álmok valami nagyobbá, hallottatok már ilyet?
Felé építettek ezért, igen, igen, Ati. Na most oda néz, hogy mekkorát fog zuhanni. Remélem megüti abba a sziklában a fejét. Nem, amúgy nagyon kedveljük ezt a csajt. Na, kicsit hátrébb is álltam, nehogy elkapjam. Oké, mondjál egy sztorit, mondja nekünk. Hát az nem lesz ingyen. Olcsó János. Igen, most nem tudom, ilyenkor mit kell csinálni. Inkább hátrálok egy picit. Meggyilkolsz itt. Mindjárt átmegyünk ilyen izé, kis romantikus izé, dumálós, mint hogyha törődnénk ezzel a lánnyal, nem? Ó, mekkora izé csúzna, hogyha vizet engednénk bele, akkor olyan lenne, mint egy izé, egy ilyen vízi csúzna, amiket annyira rühellek. Jézusom, nagyon félelmetes dolgok azok. Vágod, egy nagy medence van az alján. És ha megfulladsz... Jó vagy? Persze! Most mi lesz? Na! Hi! Jó, nyilvánvaló kapitány, persze, hogy le kellett esnie. Én hősöm, mondja, úristen. Valami olyasmit mondtunk neki, hogy nincs egy nyugis pillanat mellette, és akkor azt kérdezte vissza, hogy ez egy izé bók volt? Nem igazán. Azért köszi. Jó, oké, megvan a cukiság faktor Érisben. Úgy tűnik, hogy csatlakozott a csapatunkhoz. Most már egyre közel vagyunk az állomáshoz. Még így is belefutunk majd valószínűleg néhány szörnyetekbe az úton. Nem, erre nem mehetek el. Álmomban is durvább szörnyekkel küzdöttem meg, mondjuk a csajnak, ennyire ne legyünk már azért erősek. De mi ez a hedgehog? Mi ez a hedgehog pály? Ez egy izé, sündisznó, no pite? Ugye körbe szaladom, hát körbe autózom, hát ez kiféle lény vagy te? Kettőt rávágunk, mert nem bírunk magunkkal. Nagyon helyes. Ugye Cloudnak azért kellene egy kis izé, valami healing, nem? Azért annyira nincsen jól. Sündisznó béka? Hát pattogott, mint a... Igen. És csak? Egy igazi makósárd, meg egy poti. Na, let's go! Menjünk az állomás felé, aztán ki tudja, hogy még mivel kell megküzdeni. Itt vannak ilyen nagyon furi lények. Remélem, hogy itt nem kell majd ilyen mellékküldizésekbe bocsátkozni, és nyugodt szívvel mehetünk a durva témákra. Mármint nem a csajjal gondoltam, tehát hogy vele azért megpróbálunk úriember módjára bánni, tehát nem teszünk neki mindenféle ajánlatot itt kapásból. Valami, nem tudom, pajtában, vagy hol a jó istenben, hát igazából nem tudom mi ez, mert teteje sincs, na mindegy, menjünk. Hát itt a négy fal közt. Vagy álltak ott a galambok, keresték az áldozatot, vigyázni kell velük, mert felbér egy gyilkosok. Hát veszélyesek, az biztos. Egy óvatlan pillanat. Mész a kis öltönyödben, aztán könnyen rád kakálnak. Főleg Budapest veszélyes ugye ebben a tekintetben, ott nagyon-nagyon sok galamb van. Nem tudom, hogy jártatok-e már valaha Budapesten, egyébként elég szar hely, de valahogy mégis jó. Tehát, hogyha valaki vonzódik a rossz dolgokhoz, akkor Budapestet mindenféleképpen tudom ajánlani, annak minden pozitívumával együtt. Olyan sok vért és izzadságot tettünk a felépítésében annak a reaktornak, nem hiszem el, hogy most ez történt. Kérem, lenyugodnának? Mi a pokol folyik itt? Nézd, anya! Mutat ránk a kisgyerek. Ja, innen jól rá lehet látni a reaktorra, mi? Lángol! Ez nem műsor, ezt tudják, aggódnak. De mi? Melyik reaktor lángol? Vagy miről beszélnek, hogy itt valami lángol? Én nem látok itt semmit. Helikopáterek azok viszont mindenképpen vannak. Annyi rosszat hallottam Pestről, hogy a kötelező lenne salaknék ott. Nem rossz Pest, csak nem is jó.
Nem tudom, lehet, hogy rosszul tettem, hogy most feljebb vettem a játék hangerejét. Szóljátok, hogyha nagyon hangos, jó? A helikopter az mindenképpen hangos, most kicsikét visszavettem. Budapesten élek és hetek óta nem láttam galambot, pedig nem csak itthon ülök. Szerintem azért, mert most ugye nagyon nagy volt a bezártság, aztán lehet, hogy kipusztultak. Tehát eddig azért az embereket meg tudták kajálni, főleg azokat, akik ki vannak téve ennek a veszélynek, tehát hogy mondjuk hajléktalan, vagy valami. Tehát szörnyű sorsú emberek kint vannak az utcán, érted? Nem véletlen szoktak ezek eltűnni. Na, mindjárt beállnak alakzatban, mert megjött valami hatalmas nagymenő, aki akkorát ugrik a helikopterből, hogy levitte a haját a rotor. Menjünk, mondja. Jó, de mit keresnek itt a nyomornegyedben? Na, még egy törk. Az igazi ember a küldetésén igazából vadászik rám, vagy rád. Nem tudom, és nem is érdekel, mondjuk neki. Hát akkor maradjunk a hátsó utcákon, a kis szűk utcákon, mellék utcákon? Ott szörnyek lesznek. Hát szörnyek is jobbak, mint a Shinra. És nem tudom, hogy ennek mennyire lehet hinni. És hogyha belefutunk valami ízébe, nem tudom, a legszörnyűbb rémálmunkba, valami brutális mocskos nagy pókba. Vagy még rosszabb, a galampókba. Találkoztatok már a galampókkal? Itt lehet, hogy benyomunk egy kis item vásárlást. Megvesszük ezt a lemezt. Ez mindig olyan, hogyha van egy jó lemez az embernél, nem? Azért ez kell. Accessoriknál szerintem a... Aha, itt nincsen feltámasztó cucc matériák közül, van itt valami? Még mindig nincs olyan kék, ami nekem nagyon érdekes lenne. Jó, hát akkor az ennyi. Ó, itt volt egy pad, üljünk csak le. Kicsit visszaállítjuk a HP-nkat, meg a manapontokat. Vagy még rosszabb, igen, egy nagy vizes csúszna. Halálpara az amúgy. Én egyszer gyerekként lecsúsztam, nagyon szar volt a végén. Így megérkezni a medence aljára. Sosem tudod, hogy mikor csobban rád valaki mögötted, aki még nagyobb. Nem jöttek erre? Na jó, akkor menjünk erre viszont. Hogy ellöktük a csajt, amúgy én megyek előre. Hiszem is egy kortyot. Van itt egy Shinra szemétlerakó? Nem egy olyan hely, ahol bárki szeretne lenni? Hát akkor biztos, hogy egy olyan helyre megyünk, ami számunkra viszont totálisan ilyen izé biztonságos lehet. Mert a szörnyek ugye nem jelentenek veszélyt, a Shinrák viszont azért jelenthetnek. Az előző izé törf volt az. Az elég HC arc volt azért, főleg ezekkel az energiabombáival. Jaj, ne, rám szopta magát, de hiszen ez undorító, haver. Tudnék csinálni Irisszal valamit, nem? Akkor váltsunk már egyet. Mi, ennek staffja van? Nézzük az erőit. Hoppá, vannak tök jó támogató spelljei. És egyébként elég erőteljes offenzívája is van a lánynak. Micsoda, magic attack-ekkel támad? Menj már! Csak le kell nyomva tartani a négyzetet. Jó, nézd. De most miért halt meg? Hát még nem is volt időm kasztolni. Na hát ez hülyeség volt. Vagy meg ilyet is szívrohamot kapott? Éppen amikor már lengettem volna a szafomat, hogy belevágjunk valami durvábba. Erre? Mondja. Hogyha erre kell menni, akkor a másik irányba kellett volna menni talán. Várjál? Vagy ő ment a másik irányba? Nem. Nem, ő jött erre. Akkor menjünk arra, mert ki tudja, hogy melyik irányban lelünk ilyen titkos lootolásira. Itt is volt ugyanis valami. Az egy zsákutca. Csináltak itt valami építkezést, de félúton abba hagyták, mondja. Szia Petra Jókai! Jó olvasást kívánunk! Olyan keveset van itt mostában a csaj, nem tudom mi lehet Petrával, remélem, hogy nincs baja. Palatinus strandon van négy csúszda, az Anaconda turbó, kamikáze és a barlang a turbó, és az Anaconda nem gáz, a kamikázét már nem vállaltam be, a barlang meg kockázat nuku. Kockázat nuku. Mit jelent az, hogy kockázat? Tehát az ember nem kockára akarja tenni magát, hogyha egy csúszdán akar lecsúszni, nem? Tehát kockázat nuku.
Ti az életeteket kockáztatjátok, amikor lecsúsztok egy csúszdán? Tehát, hogy ez a szándék van bennetek? Szevasz, Sebikém, hogy vagy, mi a helyzet? Sikerült már a kétszer csípős leves? Mármint a második csípése is megvolt? Nem vágom, hogy itt most miért akart a lány, hogy erre jöjjek, de erre jöttem. Ide megáll mindig. Ja, mert itt van egy ajtó. Szevasz, elmondul, szép estét. Ez nem működött. Lehet, hogy elromlott. Biztos, hogy micsoda, hogy itt körbe lehet jönni? Hol? Kíváncsi, hogy meg tudjuk ezt mozdítani? Hát nem tudom, ez a gépezet, ez működik, mert akkor eltolhatnánk innen ezt a rengeteg izét. Vagy esetleg ezzel? Vagy puszta izével? Hát nem is, várjál. Nem. Mi? Most tényleg megpróbálom eltolni? Hát ennyire azért nem gondoltam, hogy erős vagyok. Na, tudtam, mondja a lány. Jó, most akkor elmehetek ide balra és megnéztetem, hogy mik vannak itt. Nem, ő is erre jön, akkor lehet, hogy nem erre kell mennem, hanem a másik irányba. Ja, hogy erre nem is lehetett... erre nem is lehetett volna jönni. Jó, akkor megint egy irányba megyünk. Hát akkor száguljunk itt le, aztán hát, ha sikerül a szép fehér szoknyáján végigcsúsznia itt ezen a sáros lejtőn. Mi van a meló, amire jelentkeztél, van már? Holnap megyek állásinterjúra a második körre. Kettőre. Már egy kicsit már stresszben vagyok. Csajci? Várjál már, váltsunk már rá. Azt mondja, hogy ha a háromszöget nyomod, akkor fókuszálod a mágikus energiáidat, és tempestként fogod azokat manifestálni egy erőteljes mágia támadás formájában. A potenciája, tehát az, hogy mennyire erős a tempest, az attól függ, hogy mennyi ATB gauge van, oké. A szituációtól függően talán keveset el akarná raktározni, mármint az energiának egy kevés részét el akarná raktározni. Aha. Az most nem érdekel, bocsi, ne haragudjatok, de azt pont leszorom. Nézzük csak meg. Mi, és ezek az erőteljes támadásaink? Ja, hogy egyre erőteljesebb? Azt hiszem kezdem érteni. És ennek a lánynak vannak ilyen extra képességei is? Tehát, hogyha most azt mondanám, hogy upgrade weapons. Van neki 45 pontja elosztatlanban, hát de hülye vagyok. Elnézést, mindjárt javítunk egy kicsit ennek a damagéján, mert nem bírja a lány. Tényleg jön a negyedik hullám, online nálam vizsgázok. Mi? Ha tényleg jön? Hát én nem tudom, hogy most jön-e vagy nem jön, vagy jelenleg mi a tudomány tényállása. Maximum HP 150, ez mindig jól jön. Nézzünk egy olyat, hogy max MP plusz 8, az kérem. Mindig jó, hogyha egy kicsit többet tudunk kasztolni, nem? Magic Defense, nem kérem, Defense, nem kell. Magic Attack Power plusz 12, azt kérem. Menjünk át a másik. Micsoda, hogy itt 10-be kerül egy spell. Hagyjál már, egy új materia slot, azt lehet, hogy kérni fogom. Attack Damage 5% boost, az jó lehet. Tempest Damage 5% boost. Hát, szerintem az alaptámadásoknak az értéke, meg az új materia slot, az lenne nekünk most a fontos inkább. Attack Damage 5%. Oké, elhasználtunk mindent, mehetünk tovább. Delta variánsra esélyesen egyik hullám. A srácok, már megint belekanyarodtunk a témába, látom. Egyőre bizakodjunk, jó? Hogy reménykedjünk benne, hogy nem lesz semmi baj. Mindenki most egy kicsit fellélegzik, mindenki azért remélem úgy megy ki továbbra is az utcákra, hogy odafigyel, nem fogdossa össze a korlátokat, meg mindenféle baromságokat. Megpróbálunk egy kicsit ugye egymástól még mindig távolságot tartani. Én még a maszkviselést is egyébként tartom, és azt mondom, hogy én maszkban járkálok, tehát azért figyelek a környezetemre, magamra. Prayer. Micsoda party HP töltés imádság által. Ez nagyon menci, ami a csajnál van. Csináljunk olyat, hogy üres healing matéria is van. Lehet, hogy az üres healinget jobban szeretnénk. Van nálunk tűz, van lightning.
Magic Up, Magic Boost 5% az jól jön. Ez szerintem egy ilyen alapvető dolog a csajnál, tehát hogy ezt nem is kell nagyon váltogatni. Talán a Lightning az jól jönne neki. Mert akkor van tűz, van Lightning, van minden. Az van, hogy summonölni nem tudok, úgyhogy ez így megmarad. Na most felépítettük a lánynak a harci cuccait, most már egy kicsit szerintem erőteljesebb lesz majd. Meg tankosabb, meg mit tudom én, mindenféle utilizált, ez szép magyar szó, tulajdonsággal fog most rendelkezni, vagy képességgel ruháztuk fel. Te is maszkozol? Hát szerintem ez tök normális. Tehát, hogy ne gondoljuk már azt, hogy csak azért, mert a kormány mondjuk most éppen azt mondja, hogy nincs vírus, akkor tényleg nincs vírus. Tehát azért ennyire ne legyünk bizakodók még. Nem lehet, hogy a másik irányba lett volna valamit. Most átmászunk, de szerintem annak a lánynak alulról be lehet majd látni ott a szoknyája alá, ez a baj. Ez nem lesz túl szép. Ja, de itt csak loot van, akkor jó irányba jöttem, hál' Istennek. Németben nagyon kellemes idő van, se eső, se szél. 18-20 fok lehet most. Hát, de hallottuk, hogy ott azért kolbászból is van a kerítés. Meg azért, hogyha fújna a szél, akkor állandóan kolbászszaga lenne mindenkinek, azt meg kiszeretné, nem? Tehát, hogy érted? Tehát így ilyen füstös izében megjelensz akárhol. Hát azért nem azt fogják mondani, hogy na, te vagy az igényes Józsi, aki megérkezett közénk, és új munkavállaló vagy, Kelet-Európából, olcsón. Nem azt mondják, hogy hát ki ez a paraszt? Mi? Hol sütnek kolbászt éppen, ugye? Mennyire ciki lenne a szikla? Mennyire ciki lenne? Tehát azért vannak ilyen szél ütköztetőnek nevezik ezeket, ugye mérnöki tudásom alapján mondom most ezt a dolgot nektek, megpróbálom közérthetően elmagyarázni. Az a lényege ezeknek a szélütköztetőknek ott Németországban, általában ott tenger oldalára rakják, tehát hogy ahol tenger felől fúj a szél, ugye azt egyből már megtöri, és akkor nem hagyja, és akkor utána jön egy ilyen erdősáv, ezt így szokták kialakítani, és az erdősáv után még esetleg egy ilyen extra fallal, valamivel, nem tudom, ilyen hálószerű dolgok, de nagyon sűrűn szőtt az a háló, még olyat is ki szoktak feszíteni, és akkor nem fúj be. Nagyon szoktak vigyázni egyébként Németországban még a húzatra is, mert az se vicc. És a kolbász szag az egyből terjed. Hát, félrementünk egy picit. Elfáradtál? Nem. Én viszont egy kicsit éhes vagyok. Veled mi van? Hát ja, hát a kolbász ugye. Kiscsa is megéhezett. Micsoda, hogy ja, kapunk valami kaját az anyukájától, hogyha visszamegyünk. Nincs arra idő, mondja a felhőcske. De igen, de van, ez pedig az utolsó szavam, ezt illetően gyorsan hazamegyünk és hülyére zabáljuk magunkat, mondja. Hát jól van, oké. Okay. Nem is tudtuk, hogy a lánynak van anyukája egyébként. Nem azt mondom, hogy ezt is anya szült, tehát ne értsük félre. Hanem arról beszélek ugye, hogy izé. De arról nagyon. Hát jó, itt eléggé eseménydús a környezet. Várjál, itt vannak lények végre. Váltsunk a lányra, jó? Vele akarok így brutális, mágikus támadásokat csinálni. A weakness ezeknek a lényeknek a mágikus támadás. Nézd, sokkal nagyobbakat verünk, mint eddig vertünk. Hoppá, Cloudnak volt egy durva level up-ja. 18-as, 5 SP-t kapott. Ez király cucc. Ázott kolbász. De az ott a medencékben van, nem? Amiről már beszéltünk. Hát azért én azt szeretem a legjobban, amikor tényleg ilyen jól konstruált beszélgetéseink vannak itt éjszakánként. Tehát, hogy egyik téma ugye belevág a másikba, és összefüggésekre jövünk rá. Ez szerintem a legcsodálatosabb dolog az emberi kommunikációban, srácok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok, és sikerül veletek mindezt elérni, ugye, minden egyes alkalommal. Csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson. Ez milyen aréna? Hát ez ilyen loot-talan aréna. Biztos, hogy lesz itt majd valami mellékküldetés, hogy gyere ide, aztán küzdje meg a gonosz galamb sündisznó delfinnel. A midichlorianok nemzették a csaj. Hát... Most így azt hisszük, hogy ez nevetséges meg minden, pedig én már láttam olyan filmet, amiben ez megtörtént. Itt többféle úton el lehet menni. De minden szaladtunk le? De, jó. Eltévedek én egy perc alatt, tehát nem kell kérni sem általában. Erre kell tovább menni.
Az a vakvágányod balra, azt meg legalább úgy megcsinálták volna, hogy lút lett volna benne. Tehát lehet ugrándozni. Aha, igen, ott van a lút. Nem sokára menni fogok, mert akadozik a netem. Metallizált, miért nem rakott le egy kisebb felbontásra, hogy ne akadozzon? Még lehet, hogy nem hallja, mert akadozik a net nála. Mindenre van megoldás, kérlek. Hát, hogyha 1080p-t nem bír a neted, akkor ragd le, nem tudom, 160-ba, aztán... Let's go. Mondjuk feliratot olvasni amúgy se kell, mert amúgy is lefordítom, tehát azért valamennyire biztos élvezhető lehet egy 160p stream. Nem nekem, de valakinek biztosan. Science dokufilmben láttad te is? Hát ilyen izé volt, a Yetiről szólt. Abban a filmben, mintha lett volna valami elefántfülű gyík kaméleon. Na, igen, az egy ilyen dokumentumfilm volt, különleges fajokkal operált. Kinyitottam a nagy kaput, ez igen. Most már beállhatnak ide a izék, a kopasz durva lovagok. Nézd, ezt nyilván nem tudod kinyitni, mert be van zárva, és nyilván oda dugják el az aranylútot, meg a rengeteg ládát amúgy. Ó, jó Isten, de miért kell ezt így csinálni? Hát mindenhol backtrackingelni kell majd a játékban. Ó, shit. Minden hely, ahol eddig voltunk, az egy olyan hely, hogy majd később válik elérhető. Az micsoda? Az valami szemétrobot? Támadj! Most Eris le van silence-elve? Mászunk már ki abból a dologból. Jó, ez most nekem jött egy picit. Nyomok olyan tempe... Hagyjad már! Megőrülés! Cloud nem tud abilitizni? De csajjal mi lesz így ilyenkor? Áó! Tempest kivegy! És ilyenkor mi van? Hát de ez a Tempest az így nem jó. Aha, most nyomta ki. De hogy nyomta ki, nem értem. Spells. Nem spell ability. Pray. Imádkozzunk egy nagyon. Aha, értem. Váltsunk át a csávóra? Hogy is hívják felhőcskére? Menjünk, mentsük meg a lányt, mert nem bír vele a robottal. Tehát inkább tényleg support karakterként lehetne jól használni, hogyha jól értelmezem a lánynak a képességeit. Tehát egyelőre így, hogy tankolni is kellett vele, arra nem volt jó. Nyomunk egy nagy healinget rá, mert kevés a HP 1800-dal. Volt benne sitakötő, igen. Sitlovag, sitakötő, minden ilyesmi. Felhő lennék, átmásznék a kerítésen. Ha felhő lennél, akkor... Én nem tudom, én még nem láttam felhőt mászni. Olyan filmet láttam, amiben fiú-lányal undorító. Jaj, már megint a poresz. Már megint rajta vannak a témán. Váltakoznak, ugye? Előbb a kolbász. Nem jó. Az irány, a szívás. Hát... Nem én alakítottam így. Most miért kell izén... Még beszólni. Jaj, képzeljétek el, hogyha vannak köztetek nagy Hunt Showdown rajongók, akkor hadd mondjam el, hogy ma berakták az új mapot, és már lehet rajta játszani. Sok évet váratott ez magára, szerintem kettőt legalább. Már rá, egy-kettő sok. Akkor mondjunk hármat, mert akkor tényleg sok. Ezt hogyha kinyitom, akkor erre menjünk? Vagy most azt akarja, hogy arra menjek? Vagy ez most miért? Nem, az nem nyílik ki. Oké, de meg kell próbálni, itt felmászunk. Lehet, hogy meg tudjuk kerülni ezt a kaput? Aha, igen, ezt toljuk meg egy picit. És akkor az is lehet, hogy fentről át tudnánk mászni. Ez egyfajta ilyen logikai téma. Most nem tolja tovább, ugye? Aha, jó, már látom. Szerintem most látom a megoldást. Leárazás is van a Steamen a Hunt Showdownra. Könnyen lehet. Nagyon durva volt. Én mentem két kört, így ilyen csak kipróbálás szinten a quick play-eket, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy sokkal durvábban átgondolt, nagyon dús növényzettel ellátott, nagyon komoly kis falucskák vannak benne, meg bányák, meg vasút, meg mit tudom én. Jaj, nem toltad a helyére, te barom. Ó, jó, és jó, menjél vissza. De miért? De akkor miért akadt el? És akkor utána miért volt rajta X? Hát nem értem, hogy... Shit. Oké, mindegy, lemegyünk, megtoljuk. Mit akarok mondani? Tehát egy olyan térképet sikerült varázsolniuk, ami dimbes dombos lett, és nem pedig az a megszokott már ilyen viszonylag sík.
Szavasz regisztere kicsit jobban van, igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Remélem, hogy te is jól vagy, és minden szuper velen. Na, ezzel most már át tudunk mászni. Nagyon furcsa volt, hogy ott elakadt félúton. Mindjárt 4.45 van, jól van, Szikla, jó éjszakát, jó pihenést kívánok neked. És a csaj ilyenkor nem jön velünk? Vagy most azt várja, hogy átmásszak én is, kinyissam neki a... Ah, igen, azt várja. Ki kell nyitnom neki a kaput a másik oldalról, ez igen. 50% off van a Huntra. Nagyon jól időzítették ezt most, mert az új map berakásával ugye még több content. És amíg az új mapot, tehát hogy mondjam, ünnepeljük kb. Addig az többször is előfordult, tehát sok, tehát hogy mondjam, mentem kettő quick play-t és mind a kettő az volt. Köszi Cloud, tudtam, hogy találsz egy utat, mondja ez a nagyon kedves virágárus lány. Nem kell megköszönnöd, inkább szeretnék kifizetve lenni. Azonnal kifizetek itt helyben? Mi ezen a izén, a traktoron normális vagy? Hát mondjuk nem az első lenne a történelemben, szerintem biztosak lehettek benne, hogy ilyen kis quickik, vagy gyors numerák, így is nevezhetik ezeket, történtek traktorokban, illetve traktorok környékén, ugye főleg régen a TS-ben, hát nem volt hol elintézni, elintézték ott, ahol elkapta őket a szükség, ugyebár, hát azért ne felejtsük el, hogy könnyen lehet, hogy szüleink akár így fogantak, ugye? Traktorban. Na, menjünk csak tovább. Hát itt mennyire inger szegény környezet van azon felül, hogy amúgy jól meg van csinálva. És egy kicsit itt relaxálhatnánk, mondta a lány, de nagyon meg szeretne állni valamiért. Tartsuk nyitva a szemünket, mert bármelyik pillanatban megtámadhatnak. Itt is van az állomás. Jó, nyilván nem erre, a másik irányban. A kvikik azok Ausztráliában élő gyors futómadarak. Én nem tudom, mert én még soha nem jártam arra. Itt a spajta táncok alkalmával. Az is lehet, meg hát ment a háttérben a Modern Talking, ugye? Hát, srácok azért. Vadmenetek történtek. Nem csak zeneileg, de ki tudja, hogy még. Traktorral, meg ilyenek. Mit néznek ennyire az emberek itt? Szevasz autóbocs, üdvözöllek. Aj, biztos megint nem mehetek erre, mert a virágárus lány után kell menni. Megnézni, hogy mit néznek itt az emberek. Itt állok a kibelezett ötös reaktor mellett. Amint látják, a törmelékek alól még mindig rengeteg füst szivárog. Jó, a lényeg, hogy amíg a füst még mindig problémát jelent, meg az, hogy hullik itt a mindenféle törmelék, tehát hogy ez még mindig problémát jelent a mentésekhez, legalább már a tüzet sikerült eloltaniuk. Ott is van a Shinra igazgató, legalábbis a fejlesztett, vagy a fejlett fegyverek divíziójának igazgatója. Elnézést, asszonyom, nem bánná, hogyha feltennék néhány kérdést? Tűnjön el! Mozogjon, mondta. A reaktor állapotáról nem tudna mondani valamit? Milyen sérülés szenvedett a robbanásban? Mekkora cicik vannak ott? Normális vagy? Ezt így belerakták ebbe a játékba? Hát majdnem kiestek konkrétan. Láttátok egy pillanat? Én láttam. Aki látta, nem mondja, hogy nem látta. Az ötös makó reaktort ideiglenesen lezártuk, és minden tüzet elhárítottunk, mondja. Hát a szilikon, az nem igazi. Irányítás alatt tartjuk a szituációt, és az emberek a városunkból nem aggódnak semmi további komplikáció felől. Jó, teljes kivizsgálást tervezünk, de úgy sejtjük, hogy egy eszközt használtak, ami hasonló lehet, vagy megegyező lehet azzal, amit a Makó reaktor 1-es elleni támadásnál vetettek be. A támadókat le is filmezték. Öko-terrorista csapat, az Avalanche-nek a tagjai ezek az ügynökök, és úgy hiszük, hogy Midgarban rejtőznek valahol.
És hát tekintve, hogy már 2 reaktort is gyorsan és sikeresen felrobbantottak, biztos, hogy meg lehet őket állítani, mielőtt újra lecsapnának? Kérdezi a riporter. De mit gondolsz? Mondja a Skarlát. Hát én... Ne féljenek! A Shinra majd biztonságban tartja Midgard. Jó Isten! Oké, lejárt az idő. És ezzel megszűnt a riport. Oké, menjünk. De várjál, nem nézhetnénk meg még egyszer azt a nénit? Hol siet ez a lány? Szép volt anya a klánc, örülök, hogy tetszett, szevasz Rugár Arkén. Ó, micsoda időzítés. Nem segítenél egy kicsit? Na, mit mondasz? Hát szeretnék, de... Mi van? Mit akar? De semmi, de itt hagyjuk inkább. De milyen szemét dolog az, hogy... Nem adsz indokot arra, hogy most miért nem segítesz, hanem csak kusban elsétálsz. Úgy gyerekek ott nagyon nyomulnak a tetőn. Nem tudom, hogy szabad erre mennem. Lehet, hogy mindjárt vissza irányítanak a lányhoz. Ilyen kamera munkáért kitüntetés jár? Hát hogy megtartotta és Ciron tartotta a kamerát, miután fellökték. Hát igen. Tekerjen vissza? Hát miért nem klippelted ki magadnak? Furcsák vagytok ti? Most merre kell mennem? Mit akar a virágárus lány? Eris mondják. Na, engedjetek már, sok kis csicska, hát mindjárt rendet vágok. Hallod, előveszem a pengémet. Menjetek már, ha jó istenik. Most megmondjuk nekik, hogy új irányokba fogunk innentől elmenni. Remélem, hogy nem traktorral. Ja, értem, ez a levélház, ez a helyi árvaház, és akkor onnan valók a gyerekek. Legközelebb mind együtt kéne mennünk, mondják. Hello, Eris! Olyan népszerű vagy, mint mindig, ahogy látom. Hát úgy tűnik. Blablabla, small talk-olnak még egy picit, az nekünk annyira nem érdekes. Az az érdekes, hogy hol a francba menjünk innen tovább. Micsoda izé. Szivárvány mozgalom jelképek vannak itt amúgy. A gyerekek itt rajzolgatnak meg minden? Milyen izgalmas. Jól van, doktor úr. Hagyjuk már abba a beszélgetést, nekem izé WC-re kell mennem. Eris, gyere már. Mi? De meg miért vagy a seggemben állandóan? De meg miféle gyerek vagy? Forduljál el. De nézzek, hát mindig utánam jön. Ezt így találták ki, hogy... szerintem így találták ki, hogy minket üldözzön. Igazából nem üldöz, hanem követ. Oké, szóval itt van a levélház. Jól szétrúgtuk itt azért a kis hokkedliket. Visszajöttünk Eris-szel, mondják. Sajnálom, hogy ide ki kellett jönnöd. Ne legyen, úgyis útbe esik hazafele. Hát akkor remélem, hogy nem bánnád, hogyha feltennék néhány kérdést. Nem probléma. Oké. Szóval az a sok izé, amit hallottunk, ugye katasztrófa a hírekben mostanság, azt gondoltam, hogy talán néhány virággal felvidíthatnánk itt a környéken lévőket, mondja a házanya. Na biztos, hogy így is lesz, és nagyon szeretnék segíteni is. Oké, akkor mosakodjunk meg vacsora előtt. Most beszélnem kell ezzel a nővel? Eris, egy igazi áldás. Minden gyerek imád időt tölteni vele. Aha. Nyugodtan rúgd el, persze. Jegyezd meg, mi van felettük, nehogy a következő reaktor az ő fejükre essen. Hát itt úgy tűnik, hogy valami nagy építkezés zajlik ezen a részén a városnak, vagy hogy mondjam. Most hova lett közben a csaj? Jaj, várj, ott áll bent a izében. Nemes babérban, hogyha jól látom. Laurus Nobilis. Gyönyörű. Vajon van benne még több felismerhető növény? Nem, ez sem lesz az valószínűleg, mert az nem ilyen habitusú. Hát csak nem valamilyen... varietas verziója ennek.
Szávasz, Rikku, mi a helyzet? Üdvözöllek! Azt mondta, hogy azt hitte, hogy nem kedvelünk haldokolni? Hát nem tudom, mire gondol most ez a lány. Ez egy aréna? Itt szoktak ököllel egymásnak menni a helyiek, hogyha le akarják vezetni a feszkót. Erről eszembe jut a Frostpunk című játék. Ismeritek a Frostpunkot? A házunk az út végén van. Anyának már otthon kellene lennie, hogy üdvözölhessen. Aha. Jól van, most megint benne vagyunk a sűrűjében a játéknak. Az az igazság, hogy már egy órája szerintem a lány után baktatunk. Küldtem neked videót, nézd meg, majd később, imádom. Na, csak nem valaki megkapta a vadonatúj, nagyon menci, névre szóló, színváltós vészkórus bögréjét. Gyere, meg is nézem. Amíg ezek itt kajálnak. Itthon vagyok, szia babám, mondja a mama. Ha megint rosszalkodtál? Hoppá. Miféle férfit hoztál haza ezúttal? Ez itt az anyám, E betűs volt a neve. Elnézést, nem láttam, de ő tudja az anyjának a nevét. Hello. Vigyázott rá rendesen? Hát ez a munkám. Vagy legalábbis ez volt a munkám. Igen, köszi. Szóval most visszamész a hetes szektorba? Felhőcske. Aha. Akkor megmutatom az utat. Mi? Ennyi volt a nagy vacsorázás innen? Hát akkor miért hoztál ide? Mi van, hogyha izé, a törkök megint előjönnek? Hát a szívás lenne, de már leküzdöttem őket előzőleg is. Igazság szerint érted, jobban aggódom. Mi lenne, hogyha elvesznél, eltévednél? Újságosan... cikinek tartanád bevallani, és blablabla. Fejezd be, hogy úgy viselkedsz, mint hogyha ismernél, mondja Cloud erre válaszul. Hé, hey, anya! Elviszem a Shed Store 7-be a csávót, jó? Oké. Okay. De miért nem vártok holnapig? Hogyha most kimentek, akkor sötét lesz, amire visszaérsz. Többen, hogyha pihennétek egy kicsit, és majd reggel az első dolgotok lenne, hogy menjetek. Igazad van. Igazad van, édesanyámnak, felhőcske! Várjunk csak. De a Leaf House-on még el kell vinnem néhány virágot. Mivel van még egy kis időnk arra, hogy tehát egy vacsora előtt, neked is jönnöd kellene. Ez nem volt az alkutárgya. Még akkor sem. Jó Isten, priceless reward. Tehát egy megfizetetetlen jutalmat ajánlott nekünk? Az anyja előtt? Tudtad, édesanyám, hogy mit ígértem neki? Megcsinálom, nem kell, hogy elmond anyádnak, hogy mit ígértél. Jézus, amit már a durva izé szaftos vagy zaftos, ki tudja, hogy ki hogy mondja ezeket a dolgokat manapság, részletekbe is bele akart volna menni a csaj, a saját anyja előtt, vágod? Szerinted ez normális dolog? Tehát, hogy itt már a durva fétiseket akarták volna kielni ugye éppen felhőcskével, kettecskén, és akkor itt, atya úristen, ez nem normális. Ti meg szoktátok beszélni a szexuális életeteket az édesanyátokkal? Ez nagyon kíváncsi kérdés. Valamint, hogy én vagyok a kíváncsi, a kérdés meg önmagában áll. Szerintem ezek a múltban bengeltek. Hát, könnyen lehet, hogy most valami visszatérő dolog lesz ebből. Meddig lesz a végső fantázia 8? Danikám, mennyi már, mennyi forgatni? Nem tudom, 11-ig. Miért? Valami bajod van vele? Most jól teszem, hogy egyből megyek a hálóba amúgy? Vagy most ilyenkor mit kell? Vagy hát csak le kéne zuhanyozni ezután, nem? Vagy nem? Kicsit tanástalan vagyok, de szép virágotok van itthon. Ez milyen szar, amikor elmész a régiesen mondva lányos házhoz, és így nem tudod, hogy mit kezd magaddal hirtelen, mert egyedül maradsz, érted, vadidegen hely, körbe mászkálsz, felmész a lépcsőn, inkább lemész, majd visszamész még egyszer, hogy töltsd az időt valamivel, olyan vagy, mint egy barom. Felmész a padlásra, hogy nem tudom, kitakaríts hirtelen. Nem az a kérdés, hogy te megbeszéled anyukáddal, hanem hogy ő veled. Ho-ho-ho! Egyébként szerintem egy egészséges anya-gyermeke kapcsolatban, főleg amikor már ugye édesanyja eléri az 50-60 éves kort, azért ne gondoljuk, hogy nincsen, tehát hogy azért még mindig emberek vagyunk, és ahogy mi is cseperedünk fel, ahogy mi is öregszünk meg, azért mi is érezzük magunkon, hogy egyébként ezek az ingerenciák nem feltétlen múlnak el, ha meg is kopnak egy picit, ugye? De azért nem múlnak el, tehát hogy, és ez nem csak így van, nem csak velünk van így,
hanem ez mindenkivel így van, de szép kis kosarad van. És így van, mehetünk is, bizony. Tehát, hogy ne gondoljátok, hogy így édesanyáink, édesapáinknak nincs vér a pucájában. Na, menjünk tovább. Szevasz, Balufett, üdvözöllek! Nagyapám, Isten nyugasztal, nagy kujom volt. Hát, mint az unokája. De szép ez a környék amúgy, most komolyan mondom, hogy szép helyen laknak. Igaz, hogy kicsit szemetes itt a hátsó udvar, de hát ez még pont nem olyan szemét, amit eltakarítasz, nem? Mert nézd arra, mekkora oszlopok merednek ki a földből. De úgy gondolom, hogy kihoznák azért a legtöbben. Együtt fogunk virágot szedni? Minden tisztelünk majd. Mi hatan vagyunk, tesók, itt van. Áááát, Danikám, igen, igen. Azért azt se az egerek hordták össze, ugye? Hát jó, na. Nincs ezzel semmi baj, egyébként teljesen természetes emberi dolgokról beszélgetünk. Miért van az, hogy ez a játék, bár alapból nem annyira sexorientált, de valahogy mégis témába került. Tehát, hogy ezt így tudat alatt adagolja a játék vajon? Jó a kérdés. Miért szedjek virágokat? Ó, Istenem. Oké, szedünk virágokat. A csodálatos kis kosárba. De mi? Ez a... tulipánoid, ez nem jó? Igazából nem tulipán ez. Ez olyan, mint hogyha a kínai éttermekben szokott lenni ez a, mondjátok már, hogy milyen csirke. Szezámos, édes, tehát ilyen mézes ízé csirke, ugye? Na, ilyeneket növesztenek itt. Lehet, hogy amúgy virágból van, ki tudja, én még sosem láttam az in the making-et, hogy hogyan készítik azokat. Itt témába kerülve szerintem aranyos ez így. Mármint a játék maga? Szevasz, what the fuck, a szia csúcsú. Hát az anyukánknak vér van, ahogy is mondjam, elég modern. Haha! Ezt pedig már régóta intézik így az emberek. Na, örülök neki, hogyha tetszik a játék a aktuális témázással. Gondoltam, megpróbálom valamivel feldobni, mert azért nagy akciók éppen nem történnek, tehát hogy azért látjuk ugye, hogy most éppen virágot szedünk a kiskosarunkba, ami azért nem a Final Fantasy-nek szerintem a legizgalmasabb spörgősebb része, nem engedel erre, nem mehetek arra. Jó, akkor vedd el a kosarat, hogy na jó, sárgát is szedjünk bele. Ilyet kaptál, te is, mondja a lány. Szerintem ezek amúgy lehet ám, hogy a nagy virágszedés közben amúgy, vagy virág... ez egy metafora lenne? Ez az egész virágizé, ez egy ilyen metafora a Lilium típrásról? Tehát, hogy lehet, hogy Cloud igazából nagyon durván kihasználta ezt a lányt. Ugye? Tulipán taposók vagyunk konkrétan. Ezt most fel kéne szednem? Szedjünk még bele sárgát, mert az jobban mutat, mint a fehér. Szedd a lány virágát is, ugye? Na mondom én, hogy ez az egész lehet, hogy metaforikus jelenet. János Vitéz is a réten kapta el Juliskát? Á, már nem emlékszem, aztán nagyon régen vettük irodalomból, úristen, hát az már... Ez nagyon-nagyon régi anyag. De mikor beszélnek először a suliban János Vitézről? Az szerintem ilyen 5.-6. osztály, tehát nagyon-nagyon izé az elején még a tanulmányaidnak. Most erre is felmegyünk, hát ha itt van egy kis piros is abba a kosárkába. Ez igen. Na most, hogy itt vagyunk fent, látom, hogy nincs itt semmi, ezért mindjárt visszafordulunk. Ahol legalább jó loot lehetne, vagy ebből a sás liliumból esetleg, hogyha vihetnénk. Jó Isten, itt futni is. Ah, végre van sprint! Na hál' Istennek, jó van, oké, futás. Addig menjünk, amíg nem állunk meg megint. Kék virág, pirost is kell. Nem, ezt a sárgát nem engedi. És a piros... Istenem, de semmi normális virágot nem szabad összeszedni. Vagy most az a terv, hogy visszaviszik az anyjának, vagy mit akarnak tőlem? Mi lehet a küldetés? Valaki figyelt? Mert bevallom őszintén, hogy én nagyon nehezen képzelem el a szüleimet így akció közben, de hát ez nagyon furcsa. Már eleve a gondolat, meg miért gondolna bárki is ilyesmire, nem? Tehát mennyire beteg gondolat ez, hogy elképzeli az embert? Hagyjuk már, nagyon-nagyon furcsák vagytok, hát hogy gondolkodtatok ilyeneken? Nem kell sietni, nem tartanak ránk pisztolyt vagy ilyesmi. Várjál, most jó fele megyünk szerintem.
Ugye, tehát azért valahogy az embereknek általában, normális családban felnőtt embereknek azért az édesanyja, meg az édesapa, azok példaképek ám. Tehát általában, nyilván mindenkinek megvannak a maga gyenge pontjai, meg mit tudom én, de ez így egy működőképes dolog, és hát nem feltétlenül olyan szituációban képzeled el őket, mint ahogy magadat képzelnéd el bizonyos helyzetekben. Ugye? Tehát azért a tisztasága megvan a szülőknek valahol, még ha neked nem is annyira van. Bestelen teremtés gyalázatos pára, ilyet mersz te tenni világnak csúfjával, lopod a napot, és istentelenked el, az ördög vigyen el. Azt a mindenit! Meg is kerested, hogy... Ja, most hova lett a lány? Várjál, most bevitte a virágon? Ó, jó Isten, most mit kell csinálnom? Már megint lemaradtam? Mit csináljak? Most miért hagytak itt? Várjál, azt mondták, hogy erre van a gól, úgyhogy menjünk erre. Vagy most helyszínen vagyok, azért nem váltott? Helyszínen vagyok. Álljunk meg, mi a küldetésem? A fene vigyel, már megint a csetet olvastam. Elnézést, bocsánat, nem tudom, hogy mit kell csinálni. Nincs valami leírás, manuál? Az nem. Ti láttátok, hogy mit kell tennem? Battle settings, az micsoda? Nem mondod, hogy meg lehet határozni, hogy... Ja, nem. Ez csak az, hogy beállítod, hogy kicsoda és mit csináljon. Tehát, hogy így melyik gombra, értem. Szeretem a János Vitézt, a Delhusza John dalok a bestek benne. Te valami másra gondolsz, nem? Azt mondta a lány, hogy nézze körül a városban. Hát de akkor ne az anyját menjünk el megnézni, mert őt már láttuk. Hát de... Jó, mindegy, hát akkor bevegyünk ide, jó? Nem tudom, hogy hova megyek, de megyek. Hát végig sprintelek, így nagyon gyorsban nézzük akkor meg. A rajzfilmes János Vitéz. Aj! Lootláda! Ott van már a 200 gold, valakitől most jól elraboltam. Milyen napod volt, Riku, mesélj? Mennyire volt vállalható a mai nap és a mai munka? Itt egy jó pad, le is ülhetnék akár. Itt valahol lehetettem, ha... Vendor! Ó, matéria vendor, ez igen, oda néz, vegyünk items tőle. Ó, egy gyönyörű izé, a nap partja, valami ilyesmi lehet a Costa del Sol, nem? Nem tudom, mert nem beszélek spanyolul, de... Én a jelenlegi intelligenciám alapján így azonosítanám ezeket az idegen nyelvű, bár ismeretlen szavakat. Ugye Costa az ugyanaz, mint angolul a coast, és akkor a Sol az ugyanolyan, mint a sun. Tehát azért fel lehet fedezni a hasonlóságokat, ugye? Így működik a nyelvészet, csak mondanám. Mármint azok, akik a régi nyelveket próbálják ugye visszafejteni. Én itt nem veszek semmit, ez egy szarvendor. Mi? De mit keresel itt? Felhőcske! Értem én, hogy izé elfoglalt vagy, de remélem, hogy nem felejtetted el a kutatásomat. Nem, valamit leadtam neki. Hát most különböző battle inteleket kaptunk tőle. És akkor lehetne vásárolni. Mi az a first strike? Ó, a csata elején gyorsabban töltődik fel az ATB gauge. ATB boost matéria? Hogyha aktiválod, akkor duplázza az ATB-det. De nem lehet folyamatosan használni. Elegyel aktiválod. Én ezt megveszem. Assess, ez oké, ez megvan, ez nem kell. Van szél! Na, abból is kérek egyet. First strike-ot is kérek. Jó, bevásároltunk, mehetünk. Ez a gyerek olyan fura? Azért, mert ez nem gyerek szerintem. Szerintem ez egy android. Igen, 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 majd tesztelek neked mindent. A leghihetetlenebb híreim vannak számodra. Ó, azt hiszem, hogy talán tudom, hogy hogyan lehetne kifejleszteni egy summoning matériát. Hoppá, valami olyat, amit eddig lehetetlennek hittem. Vagy hittek? A tudósok azt mondják, hogy ezt a matériát csak a természetben találhatod meg. De lehet, hogy én bebizonyíthatom, hogy ez másképp is működik. És így, Cloud, most feléd fordulok, vagy hozzád fordulok, szeretném tesztelni ezt a teóriát, ezt az elméletet,
Harci szimulátorommal. Oké. VR-ban kell. Jó Isten. Oké. Oké. A VR missziók, értem. De nekem nincsen szemüvegem, úgy is működni fog? Ahogy több és több csata intelt gyűjtesz, különböző missziók válnak elérhetővé. Aha. A Battle Summons-hoz. Summons-hoz. Beszéljél a Chadley-vel, hogyha meg akarod ezeket próbálni. Mi? És ezek nagyon rosszak amúgy? Na gyere ide! Mutasd, hogy kell ezt csinálni. Jól van, örül neki, hogy eddig segítettünk neki. Igen, most leadom neki a különböző Battle Intel-eket. Elképesztő sokat adunk most neki oda. Ezek szerint jól csináltunk valamit. Na, és az új matériát meg is csinálta. Nézzük! Ó, itt lehet provokálni. Hoppá, mi ez a steel? Lehet lopkodni? Kérek egy ilyet is. Persze, hogy kérek. És mi a provokáció? Ja, hogy azzal magadra vonod ideiglenesen az enemynek a figyelmét. Aha, az erőteljes enemikre nem hat viszont. Nem fog aktiválni, hogyha a player kontrollálja a karaktert. Ez akkor jó, hogyha... mondjuk izére, Barrett-re rárakjuk ugye a provokációt, mert ő eléggé tankos tud lenni. Szevasz, Metalizard! Egész nap csak arra vágytam, hogy leléphessek, amúgy tűrhető izgultam a bögre miatt. Miért izgultál a bögre miatt? Szia, meg a jó estét, szia Blacken! ATB mekkora fos diszkós house volt már. Ó, régen? Nem volt az olyan szar? Hát kicsit, de a 90-es évek ilyenek voltak. Küldetésed elhívni romantikus vacsorára a Lady nagyalmás néni. Jól van, harcos, pihenj egy picit. VR missziók. Shiva. Be lehetne szumonálni Shivát? Defeat Shiva. Ezt kell megcsinálnunk. Oké. Okay. Jó, igen, a hordozható csata szimulátort meginvitált minket, hogy vegyük fel. Olyan későn hozta a futásrác. Ó. Oh. Ez valami durva harc? Hello. Féltem, hogy akkor, amikor kivegyek cigizni vagy WC-re? Az igen, az igen. És mi lett volna, hogy egyszerre mentél volna ki cigizni és WC-re? Én most nem nagyon tudok innen kiszabadulni. Hello. 1130... Hogy lehet kiszabadulni ebből az őrületből? Amikor így rátol valami cuccot? Én mindjárt rámegyek, ezt elverem. Na tessék! A jégtámadás az rossz hatással van az ATB töltésedre, ezt most már látom. Védekez? Nem sikerült védekezni. Spellezni nem tudunk? Csodálatos. Heavenly Strike! Nem tudok kijönni belőle? Nem tudok sehogy kijönni belőle? Nem tudom megtörni ezt. Ez kemény ez a csaj. Jó, ezt lehet, hogy nem fog tudni még elverni. Egy High Potion-t azért benyomok. Hogy lehetne őt elverni vajon? 12-ket ütünk rá, ez redukált damage. Megint belementem a tutiba. Használjunk egy kurát. Ez lesz az. Jó Isten. Őrület módokban van a csaj. Jó, de legalább megtörtént most, aminek meg kellett történnie. Néhányat sikerült ráütni. Nyomjuk tovább a spelleket. Ezt én nem tudom, hogy meg csinálni. De ez hogy lehet, hogy eltalál mindegyik? Nem lehet eldesselni előre? Blizzara. Ó, az robban. Meg tudod ölni ezt a csajt ilyenkor? Jó, legalább blokkoltunk néhányat a támadásaiból. Az vagy, nagyon lassan jön fel az ATB. Tadi, meg ugye mit tudnék csinálni? Várjál, a izét lehet megtörni, amikor... Tehát azt lehet megtörni, amikor minket lefog? Miért nem töltődik az ATB? Azért, mert dash-elek, tehát ilyenkor nem működik. Szia kucsi, mi a helyzet, hogy vagy? Remélem minden szuper veled, és hogy jól vagy úgy egyébkéntileg.
támadás következik, blokkoltunk. A limit képességet lehetne használni, és megtámad minden szarral, én meg hirtelen azt mondom, hogy használok egy Mega Potiont. Igen, mert az 2000 HP, jap. Gyerünk Cloud, nyomd el! De elméletileg nem lenne szabad ugye, hogy most ez itt limit menjen, cross slash, Shiva. Tehát nem lenne szabad, hogy ilyenkor fogjanak a dolgaink, mert VR-ban vagyunk, nem? Oj, de jó volt, azt nem talált el. Na most végre van manám, mármint hogy ATB-m, úgyhogy mehet a tűz rá. Az a weakness neki, oké. Okay. Eddig jó. Végigvert mindennel, semmi baj, menjen még egy kis fire. Azt tetszett neki. Normális vagy, elesett a csaj. Jó, meg! Valamit felnyomott magára. Nyomjunk még oda egy kis tüzet. Eltalálta vajon? Úristen, milyen támadása van. Jó, erre inkább blokkoltam. Talán jobban járunk. Szia THV Hunter, mi a helyzet? Fel kell, hogy híleljem magam, mielőtt bármit csinálnánk. Hát, az nem biztos, hogy a legjobb így. Nyomja a blizzagát már. Azt a rohadt mindenit, mit kaptunk onnan. 726-ot nyomott. Azonnal healelnem kell, talán többet is. Hát már megint rosszul állunk, sajna. És megint jön rám valami? Aha, éppen igyekszik. Most megy ki a healing. Most megyünk rá. Gyönyörű. Még robban. Nagyon-nagyon nem jó ez az állás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy lehetne megölni. A háta mögött is ver minket. Mindenhol. Ez úgy van kitalálva ugye, hogy mindenhol végigverje a nyilvánvaló kapitány. Frost Familiars. Azok szerintem védik őt, amit most beszumbonált oda maga köré. Nem lehetne egy summon képességet beaktiválni? Jó, ennek a nagy részét azért csak levétük, mindjárt bejön a limit képesség. Üzet kell még neki adni. Azon, hogy nem tudom effektíven levédeni a támadásokat. Hát valamennyit blokkoltunk azért. Menjenek is tűz, hátha. Ez nem találta el. A nagyon nehezen összegyűjtött nagyon kevés kis izénk. Így ért véget, mint ahogy a világ dicsősége is kámi. Ugorjunk el! Vissza. Egyik sem ment. Ez szar. High potion esetleg. Nagyon kevés az a healing. Nagyon-nagyon nem állok jól. Olyan, mint hogyha egy boss lenne. Igen, csak nem érzem úgy a kitemet, hogy megvan ellene a megfelelő bármi is. Menjen a limitált. Jó, ezt szerintem szerette. Icicle Impact. Oké, okay, ebben nem akartam beleállni. De sikerült. Menjen ki egy nem healing, hanem tűz oda. Mi? Frankon elmisszeli! De milyen ember vagy te, Cloud? Hol a cold resist? Nem tudom. 142, most halunk meg. Most kell azonnal healelni, sőt. Itemből healelek. Még egy healing kell, hadd töltődjön az a... Megőrülsz. De idegesítő. Beszorultam alá. 200 HP. Védekezünk még, hátha van esély. Azt a rohadt mitrob, az vége. Defeat! Olyan misszek, mint XCOM-ban a 92% lehet. Milyen kár, azért közel voltál. De azért sikerült értékes adatot nyernem ebből. Analizáld és tanulj a hibáidból. De meg kussolj.
Igen, még egyszer rámegyek és hagyjál békén. A lábak? Mármint milyen lábak? Gyerünk síva. Remélem, hogy nem használtuk el tényleg a nálunk lévő cuccokat. Azt nem lehetne beállítani, hogy... nem, itt pauzálni lehet csak. Hát tényleg ez az ATB gyorsaság, az megjöjjön? Hát én rámegyek, én összeverem. Ja, hogy defeat. Értem már, hogy mikben van a csaj. Most nyom meg, Cloud, most nyom meg, hát most kell megnyomni, hát nézd már meg, hogy nyomja. Oké, menjen egy... Fira. Ott marad és kivárja, akkor még egyen. Na ez, ennek így kell lenni, pressured módban van. Gyönyörű haver. Most toljuk meg. Írdatlanul. Gyönyörű. Még redukált az a képesség. Most semmit nem tudok csinálni ellene, ugye? ATB azért szépen töltődik ebben a módban. Menjen még egy kis tűz oda. Heavenly Strike! Hogy lehet ebből kijönni? Bármit nyomsz, bármit spamelsz, nem fog kijönni belőle. 1160-at nyom belén, hát ez hol oké? Megy ez, mint az ágyba vizelés? Nem, én nem úgy érzem. Én úgy érzem, hogy az ágyba vizelés könnyebben menne. Urel megy egybe. Na jó, hát valamennyi HP-t azért visszanyertem. Nyomja azt a fehér kit. White Out, az a spell neve. Fehér ki. Megkerüljük a spelleket, nem sikerült. Na, na most vagyunk jó pozícióban, gyere ide! Icicle Impact! Gyönyörű damagék, gyönyörű! Most kell egy healing, meg egy kis tűz. Spells, fire. Cure. Oké, megvan. Valami történik. Valami talán meg lehet. Nem fűzök hozzá túl nagy reményeket, ha már. Még az is lehet, hogy mindjárt berakjuk a... csicska módba. Most érdekes módon a limitált képesség nem jött fel, de a tűz az feljön. Ó, hogy neked most védelmed van minden ellen is. Ez egy érdekes dolog. Menjen még több tűz a sívára. Nem találja el. Most mit ülsz le ott a levegőben? Ó, nyilván ilyenkor most elfáradtunk egy picit. Semmi baj, másokkal is előfordult már Cloud. Pár év és menni is fog, köszi. Na, nehéz ez a fájt, tehát látjátok, hogy nem a legkönnyebb dolgokról beszélgetünk, ugye? Hagyjuk ezt a defense témát, inkább mindjárt healelünk egyet. Rá kellene venni mindenképpen, csak most már random irányokból jönnek a lövedékek. Azt hiszem, hogy szembe várnám, és nem szemből jön. Másik irány. Eltalán. Oké, semmi baj, semmi. Mi? Most kajak? És most jön a Heavenly Strike, és végem? Ennyi? És tényleg nem lehet ebből kijönni? Ez hülye. 1103-at nyom a 2000 HP-nkra. Jaj. Nem pauzálunk. Probléma volt? Tudom, hogy a rendszer jól funkcionál. Kicsit pihenj és utána menj be megint, mondja. Te meg nem tudom, majdnem mondtam valami csúnyát. Nyugodj be, kisrác, engedj el! Na. Matéria és equipment. Battle témák, várjál. Upgrade weapons. Lehet, hogy egy hatos valamit kioszthatnék. Ilyenkor kell a napalm. Valaki összefoglalná, mi történt? THV Hunter. Az egész játékban eddig, vagy hogy érted? Hát a Magic Attack, ez felmehetne magas HP-n, de ez semmit nem jelent. Ez nem jó. Nem hiszem, hogy van most olyan dolga, amit felvehetnék. Limit Break 5% boost, hogyha alacsony HP-n vagyunk, az mondjuk lehet, hogy nem rossz. Ezek 8 pontos skillek, tehát mindenképpen az előzőből kellene felvenni valamit, vagy a még előzőből. Magas HP-nál több védelem. Hát most mit érek azzal? Olyan van, hogy magas HP-nál magic védelem? Nincs. Amikor guardolsz, akkor a physical damage reduction 10%-kal növekszik. Hát azt lehet, hogy kihúzzuk most. Megpróbálunk többet guardolni.
Nem, mert hogy át tudnám öltöztetni ezt a szerencsétlent. Nézzük már meg, hogy milyen ruhái vannak. Matéria és equipment, cloud, igen, ez lesz az. Leather bracer van rajta. És nem lehetne mást feltenni a helyett? 26-os armor rating. Lehet, hogy inkább felöltöztetjük valami magic védelembe. Ez sokkal jobb, mint ami rajtunk van, ez a titánium bengal. Ez sokkal jobb, megy már, ezt mikor kaptam? Ez annyi, hogy linkelt cuccok mehetnek bele. Jó, szerintem most akkor átöltözünk egy picit, és akkor ebbe meg berakjuk a matéria bigyót. Várjál? Nem jó, tévedtem. Jó, mindegy, magasabban van most a védelmünk. Revival earring. Lehet, hogy őt használhatnék csata közben, de akkor mit veszítenék el? 5% erőt veszítenénk, hogyha a Revival Earringre mennénk rá. Egyébként az nem is olyan sok, mert ugye 45 STR, nek az 5% a 3, így az attack az 6. Hát lehet, hogy jobban járnék, hogyha feltámasztó bigyó lenne a fülemben. Figyelj, kisgyerek, bemegyek, most nagyon összeverem. Jól van, igen, megbeszéltük. Nem is akarok nálad semmit sem venni. A missziót akarom, a mission-t akarom. Így van, megyünk be. Csatában, hogy mi volt ez a Fatal Attack? Ja, hát ez annyi, hogy néha bestunnal, és akkor úgy érzi, hogy egy 1100-at, a fél HP-mat lesebzi. Nehéz megmondani, hogy mi alapján történik. Most lesz meg. Figyeld, ez most az a csata. Hogy rohadnál meg, hát nézd meg. Hát de hogy fut? Hát normális az ilyen. Hova futsz? Na most verjük agyon. Kezdődik. Most vissza is jön, nézd, de jó. Megvan az ATB gauge. Megy a spell, megy a fire, sívára, oda. Még egyszer. És ott is van. Kicsit leesik a földre. Mi már támadunk, mint az állatok. Vissza kell nyerni az ATB-t. Minél többet ez alatt, az idő alatt. Hát, hogyha kétszer rányomjuk a tüzet, akkor tudjuk megoldani ezt, hogy... És tényleg így kell. Kettő tűz. Egyszer. Most hogy ne? De ne nyomjál már Heavenly Strike-ot! Ne csináld már! Nem lehet kijönni. Tényleg nem lehet. 1041-et nyom rád. Micsoda baromság. Ez kettő tűz belement, és a második tűz nem stunolta le a csajt. Nyugodt szívvel támadhat, hogy ne? Benyomunk egy healinget magunkra. Még egy kellene. Icicle Impact. Igen, erre számítottam volna, hogy ez most történni fog. Jöhet még egy healing ide magunkra. Amikor el kell kezdenem healelni, olyankor szokott elkezdődni a rosszabbik része a fightnak, ugyebár. Inkább csak bántsuk, jó? Megpróbálom több ATB-t szerezni, mint amennyit ő le tud sebezni rólunk, de ez azért az írdatlan volt, amit most kaptam. Még rám is robbantja. Oké, akkor mehet a healing. Talán nem annyira rossz ez. Most futkározik, de ez egy dolgot jelent, hogy vissza fog jönni ugyanide. Nyilván ilyenkor az ATB gauge nagyon nehezen tölt fel. Icicle Impact? Jókor jön az is. Mehet egy healing. Mehet a további támadás. Blizzaga? Az nem végződött még jól, ugye? Nem is fogja. Robbants fel, hogy ne? Még jó, hogy már híleltem. Tök jó lenne, hogy rányomhatnék valamit. Szenvedessehetek? Nem. De jöhetek hátra. Menjen még egy kurel. Eddig jó? Eddig valamit úgy érzem, hogy elértem. Ja nem, semmit. Erre visszajön a kiinduló pontra, ugye? De hogy jön vissza, miért menne vissza? Miféle rendszer ez? Mert
Támadjunk, támadjunk, hát ha megjön, aminek meg kell jönnie. A limitált képességem az hova lett közben? Az nem akarja? Jó Isten, mennyit sebez le róla, miközben tüzel. Ja, hogy az levédi a tűztámadást. Aha, nagyon izgi. Köszönöm. Lehetne olyat csinálni, hogy most mondjuk megöllek? Ugye most nem? Jaj, ne! De miért stunolsz be 660 HP-ra? Istenem! Jó, a Revival Earring az működik, úgy látszik. Nagyszerű. Most megy a limit, de durván. Nem sokat hatott rá amúgy. Nem annyit, amit szerettem volna, hogy hasson rá. Menjen egy darab tűz oda. Mondjuk az a baj, hogy már beszumonálta a kis barátait, aha. És ilyenkor ez mindig megnehezíti, mert levédi három spellünket. Hát kajak, mindjárt felveszek még egy izét, Revival Earringet. White out! Abba baj lesz, mert ha bestandol, akkor végem. Heavenly Strike, oké. Okay. Nem lehetne valamit kitalálni, hogy kidesselhessek belőle? Nem, ez egy 1007-es támadás, köszi. Van még ott, ahonnan ez jött? Blizzagát csinál, én gyorsan megpróbálom healelni magam, és aztán el... ...desselni. Oké, okay, megvan, megvan, megvolt a healing. Hogyha felmenne az a bár alatt a White Out, az nem jó. Ezzel szokott azt hiszem stunolni. Felment? Nem, még nem ment fel, csak azt hittem. Megint megjönnek a familiárisai. Robbantsál nyugodtan, és a szarlak. Megy a healing magunkra. Most kellene használnom amúgy mana, vagy étertöltőt, vagy mi az Isten az. És mit csinálsz? Robbant, azt látom. Nagyszerű vagy. Items, éter, turbo éter. Na, sima éter is elég. Ki kellett volna, hogy védjem, ez nagyon, nagyon gáz volt. Bejött a summon képesség, de hol? Úristen, semmim nincs most, hogy megvédjem magam. Éterem az van, de minek? Valami eltalált. Semmi baj, meg kell, hogy oldjuk valahogy. Ezeket kivédtük valahogy. Most megy a healing. Jó, jó, maradjunk tőle tisztes távolságban. Bejött a summon. De nincsen hozzá semmim. Jó, akkor még várunk egy picit. Védekezés. Sikerült védekezni. Megvan a summon. Na, jöjjön be az Ifrit, az majd jól elveri. Remélhetőleg. De a szájfoltos. Hú, ez már nagyon kellett, hogy egy kis segítségem legyen. Remélem, hogy most támadni fogja. Hogyha az útjába állok, akkor... Ó, remélem, hogy széjjel veri. Megvan a stagger, hála a jó Istennek. Mehet a limitált képesség. Gyönyörű. Jaj, hála a jó Istennek, végre valami jó is történik. Csináljunk egy summon ability-t? Crimson Dive volt. Nyom meg, haver. 7300, még egyszer nyom meg. Az most 362-t sebzett rajta. Jó, a végére még okosnak kell lennünk. Nem hagyhatjuk abba. Diamond Dust. Ilyen még nem volt. Items. Van még egy megapotim. Ez vicci lenne. Nyomjuk meg. Full HP. Mi lett az Ifritnál? Ott ráment pedig. Erre elszáll. Körbevesz minket. Mármint így körbe repül. Csinált belőlünk egy jégkockát. Remélem, el is szopogat. De most majdnem meghaltunk amúgy. Azért ezer valamennyit ránk sebzett. Blizzag a következik. Akkor vagy kivédeni. Most nem tudom, mit csinált éppen. Pressured állapotban van. Heavenly Strike-ot próbál ránk nyomni. Szerencsére nem sikerül neki. Most kell kinyomni a healinget. Az Ifrit még egy Hellfire támadással. Remélem, megölöd. Azt a mindenit, mit nyom. Megölte? Hál' Istennek megölte. Summon Slayer lettem. Wow. Oké, a Shiva Summoning Materia elkészült. És most már a tiéd, használd, ahogy szeretnéd.
Ó, a fagy hölgye egy tökéletes társ valaki olyan számára, mint te. A sírák ellen nagyon jó hasznát fogod venni, mondja. Hát nagyon szépen köszönöm, remélem többet nem találkozunk. Szevasz, kisrác. Amúgy jó volt a fight, csak nem volt jó. Tehát, hogy a nem igazán lehetett kidodzsolni a képességeit. Ezt csinálták volna egy nagyon picit ilyen szózosabbra. Tehát, hogyha én látom, hogy szállnak rám a spellek, akkor tök jó lett volna, hogyha tényleg ki lehetett volna dodzsolni őket, nem? Vagy nem tudom, ti hogy gondoljátok, hogy ez hogy lenne jó. Biztos ennek a rendszernek is megvannak a maga szépségei, csak hát ugye nem ez vagyok hozzászokva. Na közben látom, hogy a virágszedés már megtörtént. Valami baj van? Hát mondhatnánk. Úgy tűnik, hogy valaki megijesztette a gyerekeket. Igen, ketten és eltűntek. Elfutottak, fekete ruhában volt ez az ijesztő csávó. Egy törk? Hát én is azt gondoltam, de nem. Egy ilyen csomó lyuk volt a ruháján, egyfajta köntösszerűségben volt a csávó, és elég koszos volt az, aha. És mindig itt mászkál a városban, értem. Azt mondják, hogy beteg vagy valami ilyesmi. Vagy hogy valamilyen számot tetováltak a karjára. Nem kedvelem ahhoz, azt, ahogy ez hangzik, mondja a csaj. Ismerek valakit, akire ez így ráillene? Ez nem a szomszéd fickó volt az elejéről, amikor beköltöztünk a lakásba, a szomszédban lakott valami narkós, tetovált fickó, nem? Mondhatnánk, hogy hajléktalan, de hát volt hol élnie. És a kisrác elvisz hozzá, hallod, amelyek összeverem. Mondjuk azt még nem tudom pontosan, hogy milyen indokkal. Tehát megijesztett egy gyereket, akkor oda megyek, ezt megverem. Ti csináltok ilyet? Srácok, veletek volt már ilyen? Jó van, Shiva, summon. Hülye gyerek. Megláttam az út mentén. Angyal föltem minden tagra ráillik. Hát, ami most itt Kelenföldön vagyunk, úgyhogy ez itt nem annyira. Ez egy viszonylag tiszta környék. Fehérvári út, rengeteg a prostituált. Várjál? Ide bejött. Itt van a többi gyerek. Ócz, hát visszajöttél. Eris idejött segíteni. Igen, hagyjátok csak ránk. Innen átvesszük. Jó, de szörnyek vannak odakint. Ne aggódjatok amiatt. Elhoztam a szupererős barátomat is. Hát én katona voltam. Hol van a csávó? Nem tudom. Eltűnt és nem találjuk őt. Oké, most a gyerekek miatt aggódjunk inkább. Mi és az hogy gondolt, hogy itt állunk és akkor nézünk egymásra és aggódunk a gyerekekre 10 percig? Vagy hogy? Hogy gondoltad ezt, Eris? Menjünk már el innen. Aggódjunk a gyerekekért inkább. Sok a prostituált a fehérvári úton. Hát meglepődné, hogy hány lakást bérelnek arra felé lányok, de nekem is csak mesélték. Hát nem az úton állnak kint nyilván, azt tilos csinálni, ugye ma már. Nem igazán léteznek ezek a türelmes zónák. Menjünk, verjük el a szörnyeket, mindenkit is. Micsoda robbanás történt ott. Hallják a kíváncsi, hogy a csajszi tudna, nem tudna. Tehát mire való a lány? Hogyha nem töltődik az ATB gauge, csak így mászkál körülöttünk. Ez arra jó? Aha, jó, most azért mondjuk lesújtott, azért elég durvit nyomott. Miskolcon türelmi zónájuk van, de az az ország egyetlen türelmi zónája, a miskolci. Tehát több nincs. Manapság már. De mondjuk Miskolcon nem lepődök meg, tehát ott az nem. Nem a meglepődés környéke, vagy hogy mondjam. Call to Arms. Szerintem ez beszumonálja a többi pockány barátját. Aha, igen, már jönnek és a földből másznak elő. Milyen szerencse, hogy ennyire erősek vagyunk. Úristen, egyszerre egy vágásból halt meg kettő. Díszítő elem. A pockányok? Hát, nem tudom, azért sok XP-t nem szedtünk össze. Itt van fent egy tárgy. Behívás a karokban. Call to Arms. Igen. De... Na hát, hogy eldugták a ládákat, ugye? Itt mentünk el majdnem mellette. Kicsit eszembe jutott az a Genshin-es izé játék, a fogócskás, amikor így ládával kellett változni, és akkor PvP-ben ment a bujkálás egymás előtt. Az megvan nektek? Megcsináltátok? Itt átmászunk, aztán reménykedünk benne, hogy ott szemben lesz, ami érdekes.
olyan jó pofa event volt, tehát én hülyét kaptam, hogy kötelezően kellett multiplayerkedni benne, és tök random emberekkel fogócskázni kellett, meg bújócskázni. Tehát kaptál, mit tudom én, 45 másodpercet, elbújtál, és akkor jött a hunyó, és akkor nagyokban volt az extra spelljeivel, amivel ugye nyilván szétszpemelte a mapot, hogy ott vagy-e valahol a környéken, csak disguise-olva, tehát hogy elrejtve. Materia level up, a barrier egyből magasabb szintű lett. Most már nem barrier, hanem barriár, gondolom. Hogy van? Fire, fira, piraga. Akkor most barrier, barrier, hát szerintem jól mondtam, szerintem az lehet. A patkány mozgósítás. Na, megérkeztünk ide a Mária Schlinferfrasséra. Rögtön tudtam, hogy nem a mi falunk. Itt van az állat, a Smogger. Kérünk, Cloud, most nyom meg. Kis izé pockányok, nem a sündisznó béka. Ezek nem élhetik túl. Kaptunk valami durvítót. Lehet, hogy benyomunk neki egy ilyen triplaszlást, mert nem bír magával. Haywire Haze. Lehet, hogy benyomunk rá egy assess képességet, hogy azért egy kicsit nézzük már meg, hogy miket tud. Amikor a Haywire Haze közben ütöd, akkor válik staggerölhetővé. Értem. Ó, és a lightningeteket is nagyon jól. Au. Nagyon jól bántják őt. Cloud most össze fogja csicskulni magát. Hallod, Eris, egy kicsit szarul állunk. Nem tudnál valamit csinálni? Én most addig mászkálok, amíg nem történik valami. ATB töltésre gondolok persze. Na most! Na, ez így már azért egy kicsit jobban néz ki. Erisnek el kellene nyomnia a Prey képességét, ami dupla ATB-be kerül. Ez baj, mert így nem tudunk vele mit kezdeni. Mondjuk egy potit benyomhatna magára a csaj, esetleg egy sima potit. Abban van 73. Nem tudom, mennyit fog ez így hílelni. 350-en? Hát de mire való annyi poti, hogyha csak 350-eket hílel? Hát többe kerül az ATB, nem? Hagyjuk inkább, staggeröljük, aztán verjük el. Hát nincs értelme felhílelni a csaj. Mondjuk Cloud még éppen tehetne egy ilyen kurát. Self-destruct. Az baj, mert most meg fogok halni. Egy HP. Egy HP-n megáll a... Aha. Jó, tehát hogy a rajtunk lévő poison az nem visz minket lejjebb egy HP-nál. Ez nagyon jó volt most megtudni. Visszaszereztük a fél HP-nkat. Közben verünk széjjel mindenkit is. Ja, nagyon ügyesen csináltam úgy a támadását. Nem gondoltam volna, hogy ennyire erős lesz a végén. Éppen, hogy csak sikerült megint felhílenem magam, és aztán megint felhílenem magam. A csajci közben csinál bármit? Tehát, hogy neked ott hátul van értelmed? Cross slash, oda arra, amelyiket még nem vertük el nagyon. Limitált képesség használat következik, és mindenki meghal. Nagyon helyes erre, azért már szükség... Megint megjött a durvító. Kettő. Hallod? Eris most nagyon, nagyon erősen csinálnod kellene valamit, ezt remélem, hogy tudod. Spells. Eris. Thunder. Smogger B. Na, ez jó volt. Azért látszik, hogy tényleg a lightningot nagyon szeret. Hoppá. Elnézést, nem úgy gondoltam. Items, high potion. Mehet a kúrálás. Hogyha nem döngölt volna éppen a földbe, akkor nagyon jól működtetett volna. És hol vagyunk éppen? Ja, ez a Haywire Haze volt az, ami közben támadnom kellett volna, ugye? Jó, várjuk, hogy töltődjön a HP-nk, nem tudunk jobbat hirtelen kitalálni. Mármint az ATB-nk, és most fogjuk felhílelni magunkat. Miféle enemik ezek? Hogyha a Chaisinak jobban tudnánk használni a képességeit... Oda nyom meg. Na, ezt szerette. Jó, egy meg is van. Most menjünk azonnal hátra. Az mindjárt felrobbanott, az nagyon jó volt. Így van. Bárcsak Erisnek lenne még képessége. Bármi lényegében. Elfért az MP-m? Nem, Cloud szerintem silence-elve van. Akkor menjen egy triple slash. Meddig tart még a silence? Úristen, mekkorát vert oda. Chaisi most nyomja meg, ugye? Nem nyomja meg, mert silence-elve van. Mi, éppen? Fújja a szél, vagy mi baja van?
Egy olyat léci oda, nyomjál már. Na végre, nagyszerű. Hát de hogy éltük ezt túl? Miféle enemik vannak most? Ti is úgy érzitek, hogy egy kicsit tízében vagyunk? Tehát így... ez nem biztos, hogy az a hely, ahol nekem mászkálnom kellene? Vagy mi történik? Hány darab potit kell így meginni ahhoz, hogy visszaállítsuk a HP-nkkal? Hát lehet inkább fjúrolok egy nagyot, jobb. Erisznek meg nagyon-nagyon kevés HP-je van, meg nagyon kevés a csatában lévő hasznossága. Mit csinálnak ezek a gyerekek itt? Nyomtunk egy kis step táncot ott a deszkákon. Össze is omlott egyből. A reaktor miatt történt? Aha. Én majd megyek, mondom. Nem, mint hogyha eddig tudtunk volna úszni a játékban, de nem is kell, mert ugrani azt viszont tudunk. Ja, én úgy ugrálok, hogy gyerekek vannak a hónom alatt. Az nem a Yeti amúgy, aki így nyomja még? Szintet léptek az AI-ok? Hamarosan ezekkel sem lesz gondod? Könnyen elképzelhető. Szépen nehezedik a játék, az biztos. Szevasz arra, Trú, jó estét, hogy vagy, mi a helyzet? Szerintem nagyon jól látszik, ahogy nehezedik fel a játék, tehát hogy... Nem az van, hogy feltápolódunk, aztán akkor let's go, hanem pont, hogy úgy vannak adagolva is az enemik, hogy azért legyen benne gondot jelentő. Mondjuk ez a Renault, vagy mi volt a neve? Annak a török lilahajú, vagy mi volt az, borlóhajú csávónak, az nem volt éppen nehéz. Ó, Istenem, már megint egy smogger. Verjük meg nagyon. Silence-eltek. Hát ez a képessége silence-el, oké. Okay. Ezt jó tudni, hát most addig verem, amíg meg nem őrül. Ability-t használhatni? Szúrjuk meg. Ó, ez nagyon jól hatott rá. Ott van már a Stagger. Most kellene megnyomni. A triple slash-t. Hál' Istennek megvan. Jó, hogyha egyedül van, akkor sokkal egyszerűbb megölni. Hogyha hagyod, hogy egy kicsit kanászodjon itt fight közben, ezt mindig a töri tanára mondta ezt a szót, annyira vicces kifejezés, elkanászodni. Akkor viszont tényleg gondot jelent, hogyha megcsinálja. Na most visszahoztunk minden gyereket, de hol van a csuhás? Akinek lyukas a ruhája. Reméljük amúgy, hogy nem ilyen pénisz környékén van a lyuk rajta. Bár a funkcióját megérteném, ugye visírni kell, akkor nem kell a köntöst félrehajtani, csak ugye pont oda kell húzni a lyukat, ahol éppen... Hoppá! Kiféle elképesztő sündisznoidok! Én megverem, engem nem érdekel. Nyomjunk egy kis healinget először saját magunkra. Aztán a csajszira is nyomni kellene egyet. Neki sem ártana egy kis healing talán. Yep. De hál' Istennek őt fel is healeljük ezzel teljes mértékben. Jó. Jól van, kisrác. Menjetek fel ott a lét. Amúgy aranyos gyerekek, de menjetek már el innen. Akkor én mászom fel. Most mind veszekszetek már megint? Vagy veszekedtek? Le ne maradjanak, mert megint elviszi őket a zsákos ember. A zsákos emberről eszembe jut az a Bloodborne-os őrület, ami ment ott, amikor hagytuk, hogy legyőzzön, aztán berakott a zsákjába és elvitt minket valami tömlöcbe, Jahargul város részébe. Na, ezeket a gyerekeket is elvinném azért oda, egy-kettő, nem tudom, ilyen... Tehát így végig gondolnák, hogy milyen hibákat vétettek a rövid kísérletük során. Tifa, várjál már, Tifa! Tifa! Most mindenki ugyanazon gondolkozik, ugye? Mi a baj? Semmi. Tifa az olyan, barátnő neked? Nem. De az biztos, hogy valaki különleges. Nem arról van szó, ez nem olyan. Sokkal inkább nem tudom, hogy magyarázzam el. Értem. Milyen csalódott. Most vajon miért kérdezgeti mindenki azt tőlünk, hogy mi együtt vagyunk-e Tifával? A gyerek adni akar egy mellékküldetést, ugye? Köszönöm. Innentől kezdve, hogyha bajba jutnál, vagy bajba kerülnél, ígérd meg, hogy keresel egy felnőttet, jó? Megkaptuk a kézzel készített nyakláncot.
Ti srácok, felnőttek vagytok, de mégis közénk is tartoztok, úgyhogy bármikor jöhettek játszani, mondta nekünk a kisfiú. Csak barátság extrákkal volt ez a Tifa? Hát én nem tudom még, hogy mire kell tőle számolnunk. Megérkezett a... Hát tényleg para ez a csávó, ettől én is beszartam volna gyerekként. És mint ahogy eddig minden alkalommal, amikor találkoztunk vele, megint összeeste magát. Talán narkós? Talán részeg? Nem ő az, de... rohadtul hasonlít rá. Itt van a száma, de miért kettes? Gondoljuk, hogy azért, mert volt valahogy egy egyes is. Megfogja a karunkat, és ezzel... Sephiroth! Az egyesülés, az újra egyesülés mondja, vagy az újra találkozás. Semmi, amitől felned kellene. Nagyon fura volt ez most nekem. Remélem, a gyerekeket nem fogod így fogdosni, te barom. Felhőcske, szedd össze magad, gyerünk. Te nem tudod, hogy ki az a Sephiroth, ugye? A háborús ő Sephiroth? Tudom, hogy meghalt egy balesetben 5 évvel ezelőtt. Legalábbis így mondták a hírekben. Hát talán így mondták. De nekem van egy érzésem, hogy még mindig életben van. Aha. Ez se szarja a csaj egyébként. Na menjünk, mondja. Szerintem totálisan nem igazán érdekli, hogy ténylegesen életben lehet akár az a fickó, aki... Oké, csomó embert ismerek, akinek segítség lenne szüksége. Amikor kint vagyok, hogy járőrözzek, nagyon sokan beszélnek valami nem tudom miről. Szerinted érdekelt lennél benne, hogy ki segíts minket? Hát én totálisan benne vagyok, mondja a csaj. Nekem viszont mennem kéne. Ne aggódj, megadom neked a... engedélyt. Jó, nálam van mindig az utolsó, vagy a legfrissebb információ. Mi most tényleg a gyerekeknek akarunk dolgozni? Jó Isten, a mellékküldetés! Milyen kóla jelmezed van? Hát honnan van neked ilyened, ez a szegény negyed? Jó Isten, kóla! De milyen fánk van a fejeden, normális vagy? A rohadt életben, de jó jelmezed van. Szavasz Dezső, mi a helyzet? Látjátok, hogy a gyereknek milyen cuki kóla jelmeze van? Most miért spoilerezed el, hogy mi az, hogy Moogle? Innen mondom, hogy koala. Koala füle van, koala orra van, koala gomb szemei vannak. Ez egy koala. A jelenlegi tudásunk szerint a játékban ez koala. Jó, menjünk, beszélgessünk vele, de 22:53 van, úgyhogy... Ez a 2 óra, 2 és fél óra fért bele a mai Final Fantasy-be. A következő epizódban a gyermekek gondját fogjuk viselni, mint ahogy tettük azt ma is. Hát ez nem éppen a legakciódúsabb epizód volt. Bár voltak benne fightok, meg volt 2 egészen jó boss fight, egészen jól értékelendő, vagy értékelhető fightunk is volt. Azon kívül viszont nem csináltunk semmit, csak mentünk ezután a lány után, és virágokat szedtünk kb. Meg a gyerekekre is vigyáztunk, akik itt csúszdáznak. Úgy érzem magam, mint hogyha ott dolgoznék egy ilyen izében, gyermekmegőrzőben, nem? És akkor, hát csoda, hogy nincsenek itt ilyen labdák, és ilyen... Hát ilyen labda egy ilyen ketrecben, ilyen sok labda, tudod, és akkor így beugranak, és akkor labdák mindenütt. Mi annak a neve? A Mugernek hegyes a füle, és még soha nem látott nyitott szemmel. Már soha nem láttam nyitott szemmel. Tavasz, Messi Fox, mi a helyzet? Az koala, mert a koalák cukik. Sziasztok, szia Luna, jó estét kívánok! Megyünk menteni. Aztán megyünk, és a Démerben horrorkodunk egy picit, hiszen megígértem, hogy azzal is játszunk, és azt is folytatni kell, mert a játéknak elhagytuk már a felét. Óvó bácsi, nem arra gondolok, hogy annak mi a neve, hanem annak a helynek, ami egy ilyen nagy ketrec, és tele van ilyen mindenféle színes labdával. Max egy nagyon Moogle-nek álcázott koala? A csajok megszakértik itt ezeket a dolgokat azért. Ball pit? Ja, hát olyasmi, csak ennek mi magyarul a neve? A labdajuk? Labdagödör? De nagyon furcsa elnevezések ezek. Biztosak vagytok benne? Hát nem tudom, mondjuk illene rá a név. Battle Intel-ben 7/9 van, és akkor mit kellene még megtalálnom? Megcsináltam a sívát is. Ja, hogy...
Aha, tehát hogy ez így gyűlik szépen lassan. Szörnyvariánsok, és minden is kell még. Szevasz, Gergely! Kösz szépen a követést. Üdvít nálunk a vészkorúsban, ne felejtsd el elmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Na, hát ennyi lett volna mára a Final Fantasy. Remélem, hogy nem untátok szét az életeteket. Megpróbáltam azért valamelyest szórakoztatóvá tenni, de lehet, hogy nem sikerült annyira. Minden esetre remélem tényleg, hogy nektek is tetszett, és hogy ti is várjátok a következő részt, legalább annyira, mint én. Szerintem a következőben megpróbálunk gyorsan túlesni a gyerekek küldetésein, és utána megyünk majd tovább a fő küldetés vonalon, remélhetőleg. Bár egyébként az egész mai előrehaladásunk is, én úgy gondolom, hogy fő küldetés volt, mivel hogy nem voltunk választás elé helyezve, hogy lelépünk-e Iris mellől, vagy pedig itt maradunk és virágokat szedünk vele, ugye? Tehát, hogy ez is az volt, aminek meg kellett történnie a féle fő csapásvonal a játékban. A mellékküldetések viszont elhanyagolhatók, és lehet, hogy a gyerekekkel nem akarunk nagyon szórakozni, de van egy olyan érzésem, hogy ti is jobban szeretitek azt, hogyha megcsinálunk mindent egy játékban, és nem pedig így slacking megy, meg lecsalunk kanyarokat, meg ilyesmi, hanem akkor ténylegesen, ha már ilyen alaposan lefordítom a beszélgetéseket, meg mindent, amit kb. Látok a játékban, lehet, hogy akkor a mellékküldetéseket sem kellene kihagyni, de ezt amúgy meg is szavazhatjuk, hogy kiderüljön, hogy melyiket szeretitek jobban. Szaladhatunk végig a játékon, de akkor minek kezdtünk vele? Tehát, hogyha már valamit csinálunk, akkor lehet, hogy az jó, hogyha jól csináljuk, nem? Tehát, hogyha mindegy, nem ragozom. Na, a következő játékunk a Daymare lesz, úgyhogy készüljetek fel, lesznek zombik. Addig is elmegyünk szünetelni egy picit, egy olyan 10 perc, és jövök, csak tömök egy pipát.